Szeretettel köszöntjük Önöket Szentpéteri Eszter otthonából. Eszter volt olyan kedves és nagyon finom ebéddel várt minket. Szeretnénk ezúttal is megköszönni neked, nagyon-nagyon finom volt. Eszterről annyit lehet tudni, szerintem Önök is ismerik, a TV2 bemondónője. És ugye mi nemrég találkoztunk egy koncerten, Déva Nagy Kamilla koncertjén, ahol én ott próbáltam segítkezni, rendezni, meg mindenfélét. És Eszterrel ott találkoztunk. Valahogy nagyon gyorsan egymásra találtunk emberileg, és azóta hozzám jár énekelni, és azt hiszem elmondhatom, hogy barátságba kerültünk egymással. És hogy is mondjam Önöknek? Azért szeretném ezt a dokumentumfilmet elkészíteni Eszterrel, mert őt csak arról az oldalról ismerik, hogy híreket mond. De egy mikrofon mögött, egy képernyő előtt lévő ember másképp is létezik, és ezt az oldalt, ezt az emberi oldalt szeretnénk, vagy én legalábbis magam részéről szeretném megmutatni. Eszter, tudjuk, hogy gyermekkorodban születtél, hogy ilyen elő szokott fordulni mással is. Hogy indult a te kis életed? Na, először is köszönöm, hogy itt vagy. Örülök, hogy ízlett az ebéd. Finom volt. És valóban egy olyan barátság fűz hozzád, és olyan lelkesedéssel megyek hozzád énekelni, és tudom, hogy nagyon jól meg fogok tanulni énekelni. Hogy kezdődött a gyerekkorom? Remekül. Na. Hát, elég zűrösen. Na, Miskolc a szülőváros, ahol én fölnőttem, annak ellenére, hogy Pesten születtem. Pesten születtem az egyes számú női klinikán a Baross utcában, de az csak azért volt, mert nem tudtam megszületni úgy, ahogy kell szoktak születni, mert hát én rosszul feküdtem. Farfekvéses voltam, és anyukám meg nem volt már annyira fiatal, 35 éves volt, és 1972-ben azt nem jól viselték, úgyhogy mondták, hogy föl fogják vágni a hasát, de hát anyu mondta, hogy júliusban, ha fölvágják a hasát, akkor ő szeptemberben hogyan fog játszani. Édesanyám színész volt először Szolnokon, és aztán a Miskolci Nemzeti Színházban egészen a haláláig, 1986-ig. És ő tényleg úgy volt vele, hogy jó, persze, nagyon várt engem, és nagyon szerette, hogy édesanyja lesz, de hogy ő színész volt, és a közönség meg mi köze ahhoz, hogy éppen szült. Egyébként az, hogy a pályád így indult, ugye, hogy te főiskolára jártál, hogy jól emlékszem, hogy mesélted a színművészetire. Hozzájárult az ő élete ehhez a dologhoz, vagy te jártad a magad útját külön? Tehát, hogy biztos, hogy hozzájárult. Hatással volt, ott, gondolom. Ott nőttem föl a Miskolci Színházban, és akármennyire nem akarta, hogy hozzájáruljon, mert ő bármit el tudott képzelni rólam, de azt, hogy én színész leszek, az biztos, hogy nem. Tehát attól óvott, és annyira óvott, hogy én gyerekként nem is játszhattam. Laskó Péter ott volt akkor Miskolcon, és a Borival mi együtt nőttünk föl, és együtt jogattuk a színészeket. De tényleg... Azt hittem a nézőket. Nem, hát majdnem, mert Bori ő játszott, úgyhogy ő nem riogatott, de én mindenképpen akartam kerülni a darabba, úgyhogy az ügyelő vigyázott rám, a tűzoltó vigyázott rám, mert én ugye többször megnéztem egy darabot, és én be is építettem magam, hogy hol fogok bejönni, és hol mit fogok mondani, de hát ezt mindig megfúrták. Már akkor. És akkor mi Borival egyébként ilyen nagyon jó barátok lettünk, és Bori egy nagyon helyes, jól kezelhető kislány volt vele mellett. Ő nem táncos nő? De. Ugye jól emlékszem. Ő táncművész lett, igen. És viszont Bori befolyásolható volt, és én nagyon jól tudtam őt befolyásolni. Ja, úgyhogy kitiltottak minket a színészbüféből. Már akkor rosszalkodtak. Nem engedtek biliárdozni. Jó, felszakítottam azt a filcet ott a biliárdasztalon, de az véletlen volt. És akkor nem engedtek, és mondtam, hogy akkor semmi baj, akkor elvesztük a golyókat, vagy akkor másra. És akkor mondták, hogy akkor a golyókat kérik vissza, és ide. Így többet nem akarnak minket látni fönt a színészbüfébe. Nem volt ez annyira gond, mert anyu soha, premier után ő soha nem ment föl. Hát ott Miskolcon azért nagyon kemény élet folyt, tehát ott nagyon mulatós színészek voltak, és nagyon szerették a premier utáni bulikat. Át, te, és még csak annyit kérdeznék, hogy a gyermekkorodban ki volt az a személy a családban? Azt hiszem a nagyapádról meséltél, hogy igen komoly hatással volt rád. Mi az, amit neki köszönhetsz, vagy mi az, amitől szép volt vele együtt lenni? Nagyapa, fél éves voltam, amikor Nyergesújfaluról Miskolcra költözött, mert hát úgy látszott, hogy nem működik ez a sztori. Tehát én megszülettem júliusban, anyu valóban visszament játszani.
És hát kellett egy segítség, aki napközben ugye vigyáz arra a kisgyerekre, amíg ő délelőtt próbál, meg este játszik. Nagymamám. Nagymamámmal élt a nagyapám Nyergesújfalun. Nagyapa ő a viszkózagyárnak volt a főmérnöke, nagymamám meg zongora művész volt, és zongora tanított otthon. És a nagymamám, amikor én fél éves voltam, akkor meghalt. És akkor a nagyapa ott maradt egyedül, és anyu mondta, hogy akkor ötözzön ő is Miskolcra, és összekötötte a kellemest a hasznosra, mindenki jól járt, úgyhogy ő vigyázott Eszterkére. És akkor még valamelyik nap említettem neked ezt a szalagos magnót, azt, ami... Orsós magnót. Az orsós magnót. És azon volt még egy ilyen is, hogy mama elment Egerbe! Ez volt, ami én... És mindig mondta, nagyapámnak tetszett, hogy akkor voltam itt egy másfél-két éves, és az első mondataim. És ez volt az első mondatom, hogy... Mert akkor az Egri Színháznak nem volt társulata, és ők tájoltak, és a miskolci színészek is. Ma elment Egerbe! Szerintem ott kezdődött az első kapcsolatod a mikrofonnal, mert tudom, hogy nagyon szeretted a mikrofon. Az akartam minden múltkor az énekórára a mikrofon, de nem engedtem neki. És nagyapádban mi volt a különleges? Nagyapám, úristen, nagyapámat vaddisznó tanár úr megbecézték, mert úgy ő is tanított, ugye géptant tanított, gépészmérnök volt, és... Hát ő egy ilyen nagyon kemény ember volt. A közösségi oldalak azért jók, mert ugye találkozik az ember olyan barátaival is, aki esetleg 30 éve nem beszéltünk, és valamelyik ismerősöm így írta, hogy hú, a nagyapának milyen erős hangja volt, hát elvette a focilabdát, ha fociztak. A boltban, hogyha lementünk, ott tudja, hogy valami műsor volt, mert őt valószínűleg át akarták verni, és ott a botjában mutogatva üvöltözött. Tehát, hogy picit kemény ember volt, de hogy értem, meg a tűzbe ment volna. Mm-hmm. És ilyen hihetetlen gyerekkort adott, mert kalandokba vitt, elmentünk biciklizni. Tehát ő nem vette észre, hogy ő már 70 éves, vagy 70 valamennyi, és ő fejeseket ugrált, úgyhogy leesett róla az alsó, vagy a fürdőnadrág. Tehát olyan fejeseket ugrott, hogy így kérdezték, hogy úristen, hát valamilyen műugró volt, vagy mondta, hogy nem, csak... Kicsit ilyen sportot. Tudta, mi a derékszögeszer. Lovas katona volt a nagyapa, ugye 1906-os születésű, két világháborút átélt, és ő lovas katona volt, ő egy nagyon kemény ember volt. De hát azért mondjuk nem verébe talált az unokájának. Tehát, hogy én... Azért okoztál neki fejfájás, valami motorügyetek volt nekitek, ugye? Igen, hát ugye édesanyám még hárman voltak testvérek, nagyapának volt két lánya és egy fia, és hát közülük most már csak a fia él, de a középső lány, Erzsike, aki úgymond a tervezett gyermek volt, ő született a legszebb időszakban. Anyukám 37-es volt, András meg 45-46-os, tehát hogy valahogy nagyon nem az az időszak volt, amikor úgy felelősséggel gyereket vállalnak. És Erzsike pont egy ilyen jó időszakban, ilyen nagyon, nagyon szeretett gyerek volt. Talán minden szülőnél van ilyen, hogy egy picit megkülönbözteti a gyerekeit. Uh-huh. És úgymond a kedvenc gyerek volt. És de nem voltál kedvenc gyerek? De én az egyetlen gyerek. De téged fiúnak vált érdezem. Engem fiúnak, Balázsnak. Na de Erzsike szegény, őt ért egy baleset. Nyergesújfalun biciklizett, és egy motoros megijesztette. Nem ment neki, csak ráhúzta a kormányt, és ő elesett, és bevette a fejét a patkába, és akkor egy ilyen éber kómában feküdt 11 napig, és utána meghalt. Na most a nagyapám ezért nem nagyon szerette a motorokat, de hát ugye Eszterke 13 évesen találkozott a Simpson nevű csodagéppel, és onnantól kezdve őt nehéz volt onnan levakarni. De szerettem. Először csak utasként, és aztán megtanultam vezetni. És hát nekem nagyon-nagyon sokáig álmom volt, hogy én egy 600-as motort szerettem volna, és tudtam a Kozma utcában motorozni. És szóval, hogy ez volt egészen addig, amíg meg nem ismertem a férjemet, a második férjemet, aki a férjem. Mert hogy Csaba azt mondta, hogy ha még egyszer megtudja, hogy motorra ültem. Megismerkedtünk november 11-én, és november 26-án Gajdos Tomi barátom hozott nekem egy Ducati motort, és elmentünk motorozni ott a 13. kerületben, ahol én akkor éltem. És ezt lelkesen elmeséltem telefonon, hogy és képzeld el, és annyira jó volt. És megint így hallgatott a vonal végén, és mondta, hogy ha megtudom, hogy még egyszer motoroztál, soha többet nem találkozom veled.
Úgyhogy ez olyan hatással volt rám, hogy akkor... De örülök neki, mert nem, tehát nem vagyunk alkalmasak. Látom az autósokat, nem figyelnek, nem vigyáznak a motorosokra. A motorosok pedig felelőtlenek. Mert én autósként tudom, hogy három tükörből dolgozom, és amikor belenéztem 2 másodperc a tükörbe, és ott van mellettem a motoros, akkor az mennyivel jött a városba? Hát igen. Tehát, hogy így nem lehet. Mondtad a Balázskát. Hát igen, anyukám megismerte az édesapámat, és óriási szerelem volt az ő kapcsolatuk. Anyukámnak előtte volt egy nagyon rosszul sikerült házassága, aminek válás lett a vége, és aztán hát ő 35 évesen abban az időben már nem annyira mondták, hogy vállaljanak gyereket. Úgyhogy szerintem ő kicsit bizonytalan volt abban, hogy lesz-e gyereke vagy nem. De hát aztán utána végül is kiderült, hogy növekszik a hasába egy, hát szerinte Balázs. Balázs Eszter! Balázs! És úgy fölköszöntött februárban, azt hiszem 26-án van Balázsnak. Hát aztán mondták, hogy szép kislánya lett. És azt mondjam, teljes pánikba, hogy neki lány neve sincs, tehát hogy azt hogy. És akkor kitalálta az Esztert, Eszter Juditot, és aztán ezt a nevet megkaptam. De így nézegetett engem, mert ugye a farfekvés miatt az egyik lábam az hosszabb volt egyébként. Úgy évekig így jártunk lábat méretni, azt hittem, hogy ezt mindenki csinálja ezt a sportot, de ezt kiderült, hogy nem. Ez a sajátság. Igen, az egyik 3 centivel volt hosszabb az egyik, mert ugye ott azt ragadták meg, hogy kijöjjek. És nézegetett, és akkor így kérdezték, hogy hát, hogy kislánya lett, hogy de azért hozzá viszik? Megtartja. Jó. Te is mesélted, hogy rád olyat, hogy is mondjam, mondogattak, hogy te kis boszorkány vagy. Van ennek valami előzménye? Esetleg valami szerelmi szál, vagy elhatározása valaminek végigvitele, hogy ez... Ez az egész életem ilyen. Igen? De igen, de én tök fura, mert én ezt nem veszem ennyire észre, csak így a környezetemből jön vissza, és amikor nem ugyanattal az embertől, hanem többen mondják, akkor így elkezdesz gondolkodni, hogy lehet, hogy valami nem stimmel. Na hát én azt nem felejtem el, anatómia órán ültünk a Tündi barátnőmmel, és mondtam neki, hogy képzeld el, hogy én tudom, hogy nekem egy szőke hajú kék szemű kisfiam lesz. És így nézett rám, és mondta, hogy Dénestől? Mondom, aha, de ő barna hajú és szemű. Hát mondom, igen. És? Hát most tanultuk, hogy akkor az... De mondom, figyelj, nem érdekel, hogy mit tanultunk, mondom, tudom, mert látom a gyerekemet, hogy ki fog hozzám születni. És kékszemű szőke hajó, lassan 33 éves gyermekem van. Gondold el, hogy hogy az édesapja, hogy barna szemű, hogy barna hajó, vagy szőke hajó volt? Nem, a gyerek. Barna. Igen, barna. De hogy barna szemű ember, és te is barna szemű vagy, és egyszer csak ott van egy kék gyerek, ugye? Igen, ilyen, és mondták, egy éves koráig mondták, hogy jó, kék a szeme, de hát olyan kék, ami be fog barnulni. És mondom, nem. Persze, jó. De az én nem vitatkoztam én semmit. És amit elhatározta az életedben, tehát elég, úgy látom, hogy elég korán voltál tudatos. Igen, én nem voltam ennyire határozott, de tudatos voltam. Tehát a pici koromban határozott voltam, nagyon nagy törés volt anyukám elvesztése, tehát ott én nagyon nem jó felé indultam el, meg nagyon sok gátlás jött ott, meg nagyon sok olyan negatív hatás, amit nagyon nehezen tudtam kezelni. De amíg anyu élt, addig volt egyfajta határozottságom, meg volt egyfajta védőburkom, mert az anyu még határozottabb volt, mint én. De azt tudom, hogy bárki megkérdezett 4 éves koromban, vagy amire emlékszem, hogy 3 éves koromban volt, hogy először elszöktem, mert valami nem tetszett, és akkor egy 50 ember keresett a Máitónál a Miskolci Színház üdülőből. De 4 évesen, amikor megkérdeztek, hogy mi szeretnél lenni, akkor mondtam, hogy én színész vagy bemondó. És ezt így kérdezték, hogy de miért? Nem tudom. Mert az akarok lenni. Egyébként az érdekes, mert mikor én kb. 5-6 éves lehettem, és Simándi József énekelt Házi Erzsébet a rádióban, és oda mentem a rádióhoz, oda tapadtak a füleim, és mondtam, hogy én operaénekes leszek. És így sikerült. Látszik, hogy gyermekkorban nagyon korán elhatározott tiszta, őszinte érzések az dolog iránt, az valahogy meghozzák később a gyümölcsüket, igen, nem? Igen, biztos, hogy így van, meg
Nekem van egy elméletem, amivel teljesen, hogyha valaki nem így gondolja, azt is megértem, de én úgy érzem, hogy mi tudjuk, hogy tehát mi megkapjuk, látjuk, mielőtt ide megérkezünk. Fölülről, ahogy mondani szoktál? Hát a léleknek van egy útja, és ez egy könyv cím is egyébként, az én kedvenc könyvem. Mert ott, amikor ezt a könyvet olvastam, akkor éreztem azt először, hogy Úristen, igen, hogy én ott már jártam. És engem kis gyerekkorom óta foglalkoztat az, hogy élet és halál, és nem tudom, és én rettegtem. Tehát én annyira rettegtem, hogy én éjszakákat sírtam át, hogy nem is az, hogy meghalnak mások, hanem hogy én meg fogok egyszer halni. És elkezdtem olvasni a Révai Lexikont, hogy tudja, hogy benne van, hogy nem. Meg akartam egy testvért, és akkor ott volt egy ilyen rajz, hogy miből áll az emberi test, meg egy ilyen kis lombik, és hogyha azokat az anyagokat összerakod a lombikba, akkor lesz belőle egy gyerek. Úgyhogy én azt is meg akartam csinálni, de hát így mondták, hogy ez nem biztos, hogy sikerül. Na, mindegy, fura gyerek voltam, de nagyon féltem a halottaktól, nagyon féltem a szellemektől. Egy csomó ilyen fura esemény volt körülöttem, amiket innen tudtam megmagyarázni, hogy mi az, akkor utána kijött az első könyv ebből a témából, hogy élet az élet után, azt természetesen én titokban megvettem, és muszáj volt elolvasni, na akkor még jobban féltem, tehát hogy ilyen tök rossz felé indultam el, és aztán amikor anyut elvesztettem, akkor viszont olyan jeleket kaptam tőle először, hogy megkértem, hogy ezt most hagyja abba, és menjen el. Hmm. Tehát hogy az illatát éreztem, a függöny meglebbent, a nem tudom, nagyon durva dolgok voltak. És aztán utána megszűnt ez, és körülbelül egy 10 év kellett nekem, hogy én el tudjam őt engedni, és nem emlékszem, hogy ki, és annyira bánt, hogy nem emlékszem, mert valaki azt mondta nekem, hogy ne haragudj az édesanyjára. És nem is dühös értem. Voltál, hogy meghalt? De hogy én nem tudtam ezt így megfogalmazni, hogy én dühös vagyok. De dühös voltam rá, hisz ott hagyott engem 13 és fél évesen, hogy tehette ezt velem, hogy fogta magát, és egyik napra a másikra nem, mert beteg volt, hónapokon keresztül kórházban volt, de hogy én bíztam benne, hogy kijön, és hittem benne, és annyira hittem benne, hogy azt hittem, hogy meg se halt, csak elvitték valahova, hogy én ne találkozhassak vele, mert biztos túl erős volt a kapcsolatunk. Tehát, hogy ilyen néha azon gondolkozom, hogy tényleg normális vagyok-e, de valószínű igen, csak egy picit olyan érzékeny. Igen. És akkor utána, amikor ezt kimondták ezt a mondatot, akkor végig tudtam gondolni, hogy Úristen, én tényleg haragszom az anyámra. És akkor fordult meg bennem, hogy oké, nagyon rossz, hogy ő elment. Nagyon rossz, hogy ennyire fiatal voltam, amikor ő elment. De ő mit élhetett el? Hogy 48 évesen el kell menni, és ott kell hagyni a 13 éves gyerekedet. És onnantól kezdve, hogy ez tudatosult bennem, és ezt így végig tudtam gondolni, onnantól kezdve már nem a harag volt, hanem a hála, hogy velem volt, és hogy ő volt az édesanyám, és hogy milyen hihetetlenül fantasztikus dolgokat kaptam tőle. Eddig is ismerhettél, és hogy ismerhettem. Igen. És megkaptam tőle a hangját például. Neki hasonlított a beszélhangjától? Igen, neki még mélyebb hangja volt, még karakteresebb hangja volt. Tehát ő mikrofon nélkül úgy beszélt át a színházat, és röhögött minden. Mi az, amit te megtanultál édesanyjától ennyi év távlatában? Hogyan tekintesz erre vissza? Mi az, ami a pályádon azért jó jött, hogy ezt tudtam? A támaszt. Hát a nagy lexikonok ott voltak a hasamon, és mondta, hogy amíg a teteje nem mozdul, meg addig itt is maradt. Nem csak ezt, azt, hogy... milyen volt a színpadon még? Azt mondd el, hogy milyennek láttad? Erőltetettnek. Igen? Mm. Miért? Mert állandóan bizonyítani akart. Iszonyú sokat sérült. Fölvették 22-23 éves korában a főiskolára. Várkonyi vette föl, és akkor abban az évben nem indult el annyira kevés embert vettek föl, hogy nem tudtak színész évfolyamot indítani. És utána következő évvel akarták indítani ezt az évfolyamot, és volt újra egy ilyen, már nem az a háromrostás felvételi, hanem egy ilyen egyszeri beszélgetés. És akkor azt mondták neki, hogy elvesztette a drámai erejét. És őt ezzel így el is intézték egy életre. De tényleg. Akkor elment a kínaimba,
szalag mellé dolgozni. És aztán ő diploma nélkül Szolnokra szerződött, illetve először nemzeti stúdiós volt, utána Szolnokra szerződött, és utána Miskolcra. És ő mindig hátrányt érzett szerintem, hogy nem volt meg a diplomája, és úgy játszott, hogy lejátszott ő éjkirálynőt a Csongor és Tündébe, meg játszott nagyobb szerepeket, de utána ő bekerült egy ilyen karakter szerep skatujába. És ő nagyon, nagyon jól meg akarta csinálni azt az egy mondatot. És szerintem néha sok volt. Uh-huh. Néha volt egy picit ilyen erőltetett. Egyébként nehéz is a karakter szerep, főleg nagyon. Az nem túl nagy, mert ugye van, hogy mondjam, mert tehát nem tud nagyon sokat domborítani valaki, igen. De vannak híres karakterszínészek, Kisegyi Árpádtól kezdve. Hát a Suka Sándor is egyébként nagyon sok karakterszerepet csinál, de nagy szerepeket is. Azért nehéz, mert a rövid idő alatt kell megmutatni magát, és vannak olyan színészek, akik mondanak 2-3 mondatot egy előadás alatt, és mindenki arra emlékezik. Igen, és ő ezt akarta, például az utolsó darab, amiben játszott, az a Régi Nyár volt. Ezt én nagyon sokszor láttam. És ott volt egy olyan mondata, hogyha ő valami pincérnőt játszott benne, és igen, hogy írja föl a kávét, és akkor én lennék a Molnár Ferenc, hogyha ezt meg lehetne valósítani. És valahogy, nem tudom, nekem az nagyon idegen volt ez az egész, és úgy drukkoltam neki, hogy egyszer lássam úgy, hogy az jó legyen. És előtte például az Ózban, ami egy nagy előadás volt Miskolcon, ott ő a gonosz boszorkányt játszott. Az éjszaki. Abban nagyon. Úgy féltek tőle a gyerekek, gyűlölték. Egyszer megdobálták, annyira hiteles volt, és én meg olyan büszke voltam. Dicséret, nem ugye? Na, persze. Szóval nem jó színésznő volt, de szerintem ő nem tudta kezelni, ő hiába volt keményebb, mint én, mert keményebb karakter volt, ő egy bikajegyű volt, én meg egy kis rákocska vagyok, aki kapott egy nyilas asszendest, az sokat segít egyébként. De hogy ő mégsem tudott úgy kiállni saját magáért. Tehát a Csiszár Imrével, aki most nagyon kedvesen emlékezett, nem olyan régen az édesanyámra, pár évvel ezelőtt valami fáklyás felvonuláson, azért ő tőle nagyon kemény dolgokat kapott. Tehát jött haza az anyám, úgyhogy nem volt kiírva a próbatáblán a neve, senki nem szólt hozzá, tehát nagyon rossz úgy színésznek lenni, hogy nem vagy foglalkoztatva, de a társulat. Nem vagy a helyeden magyar. És nem volt a helyén. És valahogy nem tudom, hogy mik voltak azok a konfliktusok, amiket ő megélt, és amiket nem tudott jól kezelni, de biztos, hogy volt valami, és lehet, hogy ő is felelős volt érte, lehet, hogy egy rossz időszak volt, és rossz emberek találkoztak ott, és nem értették egymást a kommunikációjukban. De láttam a képet, egy nagyon szép hölgy volt édesanyám. Gyönyörű, és mondom, olyan adottságokkal rendelkezett, olyan hangja volt, és olyan kiállása, és annyira nő volt, tehát nagybetűs nő. És nem értettem, hogy miért nem ő játssza a főszerepet, miért, tehát hogy minden nem meg lett volna hozzá. És ebből adódott az, hogy ő bármit szeretett volna, hogy én legyek, csak színésznek. Színésznő. Le akart beszélni róla? De teljes mértékben. És az volt a legdurvább, hogy például a felvételin, amit én hát mennyire vesz komolyan egy 18 éves, én mondjuk nem vettem komolyan, mentem az elsőre, jó, 15 vers, 5 próza, meg egy dal. Csak néztem, hogy hozzák a kis karaktercipőt, meg amit, ezek mire készülnek. És akkor mondta, egy operát hozott, meg táncol is hozzá. Édes Istenem, mondom, én hoztam a tavaszi szél vizet árasztott, aztán majd, ha muszáj, akkor eléneklem, de remélem, hogy megúszom. És a 15 versből én nem is tudtam mindegyiket. Tehát, hogy főleg a harmadik felvételén nem, mert a második felvételi után, a második rosta után odajött hozzám Huszti tanár úr, hogy nagyon tetszik neki Kései Sirató és Lucifer monológia, de hogy hoznék valamit, ami esetleg egy picit vidámabb és nőiesebb. És mondtam neki, hogy én nem tudok vidám verseket, és egyáltalán hagyjon engem békén. De aztán kerestem valamit, de azt nem tanultam meg, csak beírtam, hogy jó, akkor írok nekik vidám verset, ha kell. Aztán kérdezték is az egyiket, és akkor így nem is tudom, hogy ez ahhoz, hogy úgy volt merszem, de mondtam, hogy se az író, se a cím nem volt ismerős, mondom, úristen, ezt beírtam, hogy tényleg, mondom, beírtam ezt a verset? Ja, mondom, emlékszem, tudom, mondom, de most olyan rövid zárlatom, hogy a nevemet se tudom.
Jó, akkor mondjon, amit akar, mondom, a kései siratóz esetleg. Mind a három felvételén ezt mondtam, és mind a három a végig mondhattam. És a harmadikon, amikor az Audrey volt, akkor én arra emlékszem, de ezt tényleg láttam, durva, hogy egy ilyen fehér füst komolyabb, miután elmondtam a verset, kiviharzik. És én tudtam, hogy engem fölvettek, és hogy az anyám barom ideges. És aztán utána... Féltett a jövőt. Persze. Utána két hónapra rá már nem is voltam a osztály tagja. Az saját döntés volt. De mielőtt a színműre mentél, volt valami kitérő? Vagy nem. Kitérők előtte? Egyenesen vezetett az utad oda? A kitérő az mondjuk az egészségügyi szakközépiskola. Igen, erre is gondoltam, hogy ez hogyan jött. Nem gimnáziumból mentem. Hát az egészségügyi az úgy jött, hogy... ugye valahova kellett menni, nagyapa mindenképp a Földest vagy a Hermann Otto gimnáziumot javasolta, az volt a két legerősebb gimnázium, meg még az Rínyi, de hát mondtam, hogy én mit kezdek egy gimnáziumi diplomával, hát egyrészt kell egy szakma szerintem, másrészt meg miért halt meg az anyám, és én ezt az egészségügyi szakközépiskolában biztos meg fogom érteni. Egyébként nagyjából, most nem azt mondom, hogy megértettem, de hogy úgy bele tudtam nyugodni. Mert hogy ott azért mi betegágy mellett voltunk, nagyon sok betegséget, és nem tudom, mit meg kellett tapasztalnunk. És találkozni úgy, esetleg még jobban a halállal. Igen, hát abszolút. Tehát, hogy én végigéltem intenzív osztályon a savatívott hölgy utolsó szívdobbanásait. Azt nekünk megmutatták. Másod évben volt a boncolás, ami kötelező volt részt venni. Egyen kötelező volt, és aztán ha akartál, még mehettél. Nem akartam többre, fél évig nem ettem húst. Mert hazamentem, és kinyitottam a hűtőt, és benne volt egy csirke, egy fél csirke, mondtam, hogy jó, hát akkor ezt köszi. Ott talán egyébként a szavok. De, hogy mondjam, egyébként engem érdekelt nagyon, nekem a másik utam az a gyerekorvos, amit úgy el tudtam volna képzelni. Az is egy érdekes szakma, mert szerintem azért nagyon nehéz, mert pont a gyerek nem tudja elmondani neked, hogy mi baja van. És szerintem az egyik legnehezebb orvosi pálya, mert a felnőtt gyógyítók, ők legalább tudnak kommunikálni. De egy pár hetes, pár hónapos, pár éves gyerek mit mond? Igen, egyébként született egy aranyos vicc, hogy az idős állatorvos elmegy a körzeti orvos, és nem fedi fel a kilétét, mert ugye új körzeti orvos jött, lejut, és akkor mondja neked a rendes orvos, hogy mi a baja? Hát így könnyű, fiam. Szóval és a gyerekorvos is ezért nehéz, neked ezt meg kell, és belgyógyásznak lenni nem egy könnyű feladat, igen. Hiszen az belgyógyászat, ha nem tévedek. Hát igen, sőt, hát majdhogy nem mindenhez is kell, mert egy általános orvos annak picit mindenhez kell értenie. Na most ugorjunk egyet a színműre, ugye te már két évet eltöltöttél. Mi volt az az ok, amiért te azt mondtad, hogy... Mert ugye azt mondtad téged, nem elküldtek, te magadtól hoztál döntést. Az mi volt az az ok? Azt lehet tudni? Hát először is ugye két hetet töltöttem az első osztályban, engem Zsámbéki Gábor vett fel, és aztán utána, hát két hét múlva nagyjából kiderült, vagy két hét múlva szerintem nekem kiderült, és aztán négy hetet voltam ott, vagy valahogy így. Szeptemberben kezdődött, de én azt tudom, hogy október közepén már, vagy október végén én már otthon voltam. Hát ugye elkezdődtek a rosszul létek, meg a fura képviselő fánkot kívánok, lehetőleg paradicsomi tallal és egy almával. Érdekes szeretem, nagyon jó, rágyújtani nem tudok, mondom, hogy kész. Hát kiderült, hogy babát várok, ugye? Csak akkor még nem volt az, hogy leszaladok a bármelyik illatszerboltba és veszek egy tesztet, hanem el kellett menni a laborvizsgálatra, a menotesztre, és akkor ott kiderült, hogy az pozitív, és akkor utána ultrahangra, és akkor már azt hiszem 9 hetes volt a kis. Hogy érintett akkor ezt? Ja, én jól, nem volt a boldog. Én már ott sem voltam. Nem, igazából a főiskolán azt éreztem, hogy én mit keresek itt. Tök jó, hogy felvettek, mert mindenki olyan büszke rám, de mit csinálok én itt? Én ezt nem is akartam. Tehát olyan tök idegennek éreztem magam, az egy erős osztály volt egyébként az a Zsámbéki osztály. És úgy, és a tanáraimat nagyon vártam, a Kutföldi Erzsike volt a beszédtanárom. De csodálatos ember nagyon, egyébként. Nagyon szeretett. Szakmárlag és abszolút profi. Na mindegy, nem gondolkoztam egy pillanatig sem, mint velem madarat lehetett fogatni. Május végén, május 27-én megszületett a kisfiam. És, hát és kék szemmel. Kék szemmel.
És még amikor szeptemberben visszamentem a főiskolára így megmutatni, hogy egyébként ő az, már most lassan 5 hónapos, hát mondtam, hogy én nem adom be bölcsibe. Tehát én kaptam egy évhalasztást, engem vártak vissza szeptemberbe. Hát mondtam, hogy akkor én most jöttem kiiratkozni. És mondták, hogy na jó, hát elsőben még 2 évhalasztás senkinek, de akkor próbáljuk meg, és akkor jövőre úgyis Huszti tanár úr és Kerényi tanár úr indít osztályt. Mondom, Huszti tanár úrat ismerem, Kerényivel még nem találkoztam. Milyen volt vele a kapcsolatod? Remek, nagyon. Persze, első pillanattól kezdve, amikor azt kérdezte, hogy maga ki és mit keres itt. Miért nem megy innen a felébe? Hát, akkor tényleg jó kapcsolatod. Jó. Nem, egyszerűen én próbáltam kiépíteni valami jó kapcsolatot vele. Közös pontod valami, nem sikerült. Nem, mert biztos, hogy rosszul jött ki. Akkor volt az ő osztálya volt az első, akik össze voltak zárva a második és a harmadik felvételi között. Mert addig ugye úgy volt, hogy meg volt az első rostavizsga, ahol nagyjából a 26, tehát nálunk úgy volt, 26-an voltunk, én voltam a 13-dik, mondták, hogy adjam vissza ezt a számot, de mondom, ez a szerencse számom, hát dehogy adom vissza. 24-nek mondták, hogy viszontlátásra. Illetve 2 nevet olvastak fel, azt hittem, hogy 2-nket rostáltak ki, én már mentem is, mondták, hogy nem, ez a 2 marad, többieknek köszönjük. Mondom, Úristen. Hát mondom, ez nagyon durva. És körülbelül így zajlott a másodiknál is, és a második után ugye volt tévéfelvétel, meg nem is tudom, ilyen valamik voltak, amiket így, amiben így sodródtam, mondom, Úristen, mondom, ez most már így kezd eldurvulni ez a dolog, itt felesett tréfa, hát komolyan kell venni. Belekerültem valami spirálba. És akkor jött a harmadik, és az meg már ugye színpad, és nem tudom. De annak az osztálynak, aki a Kerényinél felvételizett 92-ben, annak már ilyen össze voltak zárva egy hétre. Mm-hmm. És akkor megismerték egymást. Ez akkor indult ez a akció, mert utána azt tudom, hogy mindig is volt igen. Egy ilyen. És akkor ott ilyen bekerültem egy olyan közösségbe, akik így, hello, szia, izé, Úristen, mondom, ezek kik? És miért ismerik ők egymást? Ezek egy iskolából jöttek így sokan, vagy... Tehát, hogy én olyan hülye voltam, hogy ne, én nem figyeltem információkra, biztos mondta ezt nekem valaki, de így kibe egyiken, be másikon ki. És a Brunner Márti volt az, akit ment fel előttem a lépcsőn, emlékszem rá, egy ilyen olasz mintás, tehát nem piros-fehér-zöld, hanem zöld-fehér-piros mini ruhába, és néztem, hogy mondom, hú, csinos ez a lány, szép ez a lány, ezt vagy megverem, vagy nagyon jóba leszünk. De tényleg ez volt az első beszélgetés, vagy találkozásunk, ez volt az első érzésem. Egyébként nagyon kedves nézőink, hogy nekünk is az első találkozásunk, hogy az Uránia filmszínházban volt, és ott intézkedtem, sejtepeltétem, és hogy meg is mondta utólag, hogy hát na most az lesz, hogy vagy szeretni fogom ezt az embert nagyon, vagy nagyon utálni fogom. Hát, hál' Istennek az első győzött. Igen, hát én is oda rosszul estem be, mert el is késtem, ugye késtem, hát hamarabb kezdődött a próba, én még akkor mondtam a híreket a tévébe, és 2 híradó között odarongyoltam a próbára, és annyira kellemetlenül éreztem magam, hogy Úristen, nem ismerek csak egy pár embert, és sziasztok, bocsánat, mert én is itt jövök, és gitározom, és én nem akarok zavarni itt senkit, és így húszan néztek rám, hogy ez ki? Köztük voltál te is. Ugye. Igen. Viszont van egy nagyon aranyos emléked, amit nekem elmesélt ez egyik énekorra kellős közepette, az Antalinivel, akivel én is dolgoztam, haknéztünk, úgymond ez a csúnya szó, hogy mi volt az első találkozásatok Imrével? Hát Imrével ugye, na befejezem ezt a kis főiskolai jó, történetet, bocsánat, és utána elmondom Imrét, mert mi így tudok akkor kötni. Jó. Tehát a főiskolán bekerültem egy csapatba, ahol igazából 2 olyan ember volt, akihez nagyon kötöttem, az egyik a Márti, tehát vele nagyon jóba lettünk, a másik pedig a Timkó Eszter, akivel szintén nagyon-nagyon jó barátságban vagyunk a mai napig. Eszterrel már találkoztunk 90-ben. Mi akkor együtt felvételiztünk, és Esztert nem vették fel, és engem felvettek, és utána mégis osztálytársak lettünk. És nagyon sok emberrel még kapcsolatban vagyok, Rodrigóval, tehát Kardos Robival, nagyon jó kis osztály volt. Nagyon sokat szenvedtem, iszonyú sokat szenvedtem, mert másfél éves gyerek mellett próbáltam ezt csinálni. Ráment az első házasságom, szerintem egyébként az volt a pontra, az íre a pont, hogy... Tehát azért az
nyolctól bent vagy, minimum éjfélig, de aztán utána bevállaltam egy rendezői vizsgadarabot, úgy hajnali háromig, és apuka otthon van a másfél éves, hát, picit hiperaktív gyerekkel. Úgyhogy az nem volt egy egyszerű sztori. És közben kaptam az ívet, hogy egyébként a gyerek nem hiányol engem otthon, nem akarok inkább hazamenni. Bántott ezt téged? Hát nagyon bántott, meg a legbántóbb mondat egyébként, és az nagyon fáj, hogy valaki művész ember létére ilyet ki tud mondani, hogy a legundorítóbb, hogyha egy nő melléből tej folyik. Jézus Mária. Szóval azért ezt úgy egy picit az ember nem tudja hova tenni. Na mindegy, nem voltak jó napjaim ott, és Isten igazából a végén már se tudtam, hogy én ezt akarom-e vagy nem. És szegény Benedek tanár úr, Isten nyugosztálja, ugye neki nagyon friss halál híre van, és én nagyon-nagyon szerettem őt, mint embert, bár nagyon nem értettem, amikor engem rendezett. Goldoni Mirandolinájában rendezett. Eszter volt az egyik színésznő, akik hát nem voltak józanok ugye a darabba, és nagyon nehéz részeget játszani a darabba. De olyan instrukciókat kaptam Benedek tanár úrtól, amivel én nem tudtam mit kezdeni, ami biztos az én hibám is, szerintem, de mint embert én őt nagyon szerettem. És ott annál a darabnál engedtem el az egészet, és már nem akartam. Mm. Nem akartam már főiskolás lenni, és nem akartam. És tulajdonképp intéztem. Mert engem első év végén ki akart rúgni Kerényi, és akkor nem tudott. És hangszárgyulladással vizsgáztam ott kabaréból. Nem tudom, hogy. De ott tudom, hogy lent volt az előző osztályom a vizsgán, bent voltak ők is, és azt mondták, hogy ők még így engem nem láttak színpadon. Hogy én átváltoztam, átfordultam, és olyan hangom volt, hogy csak hallottam, hogy Atya Úristen. Ezt te vagy? Igen. No, és ott elengedtem, és akkor utána elmentem szinkronizálni, az nagyon szép volt. És akkor, ha nem megyek el szinkronizálni, még lehet, hogy téged sem ismerlek. Mert hogy utána jöttek ezek a kivel hogyan találkozom, akkor fölmentem, ugye a legismertebb szinkron rendező név, a Kostola Tibor volt. Hát mondom, akkor én fölmegyek a Pannonia filmstúdióba, most mit veszítek? És bejelentkeztem Németh Tamás gyártásvezetőnél, hogy jó napot kívánok, másodéves főiskolás vagyok, és szeretnék jönni szinkronizálni. És így rám sem nézett, így kiszólt, hogy másodévesekkel nem dolgozunk. Akkor már nem vagyok az, már tegnaptól nem vagyok. Blöfföltél. De tényleg. És akkor már így rám nézett, hogy ki ez a hülyed. És akkor mondtam, hogy hát az van, hogy itt a fél évi rosta vizsgán engem itt elküldtek, és akkor most így jönnék dolgozni. Na jó. Úgyis most hiányzik az egyik hölgy nem jött el, és akkor egy mondat, egy tekercs. Kalambó. Mondja már el, hogy a Brown doktort várják az ötös műtőbe, vagy a hetesbe. De megint az egészségügy látom. De ez volt az első mondatom, és hétszer sikerült. Hetedikre. Mert így mondtam, hogy ja, most kellett volna megszólalni? Ó, elnézést. Akkor utána megszóltam olyan hangon, hogy én is megijedtem. Mondom, jó, ez most nem az volt, ami... És így kijött a kosztora, hogy azért ez nem volt olyan nehéz, ez az egyetlen egy mondat. Mit tudott együtt bénázni ezen? Hát nem tudom magam elnézni. Na jó, majd hívjuk még, aztán hát ha sikeresebb lesz később. És akkor ott elkezdődött egy ilyen, tényleg abból éltem. Tehát akkor még rögtön fizetett. Ugye, hogy a Pannonia filmstúdióban kezdtem, akkor hívott a többi stúdió. És ilyen nagyon vicces volt, mert ott találkoztam édesanyám egyik kollégájával, a Rudas Istvánnal, aki azt mondta, hogy egy nézett, és mondta, hogy annyira ismerős vagyok neki, hogy ő olyan, mintha ismerne engem. És így elkezdtünk beszélgetni, és kiderült, hogy hát tényleg ismer, mert ő pici koromban látott. És akkor ő nagyon-nagyon próbált nekem segíteni. Tényleg. Azért néha vannak ilyen angyalok nagyon az életünkben, ugye? Igen. Ilyen érdekes. És ő vele volt az, hogy vártunk, ugye ott a büfébe éltük az életünket, és csomószor volt olyan diszkót, hogy mit tudom én, egy fél órát, volt, hogy egy órát kellett várni, mert az egyik stúdióban itt dolgoztál, a másikban ott, akkor volt, elkezdődött a tömegezés, azt imádtam, annyit röhögtünk a tömegezéseken, hogy 15 színész próbál mindenféle katasztrófa filmekbe, akciófilmekbe egy tömeg. Tehát ott nem szabad, hogy külön mondatok kijöjjenek, hanem egy ilyen háttérzajt kell alkotni, de hát ebből azért
vicces szituációk születnek, úgyhogy nagyon, és mindben nem érdemes menni, mert általában folytak mindig a röhögéstől. És ott egyszer így ült, és mondta, hogy emlékszem, hogy Kerté Zsuzsi volt a bemondó, és én így bűvölve néztem, mert én nekem még akkor is az volt, hogy úristen, akkor... Óriási szakmai tekintély volt. Oh, igen. Nagyon szép orgánum. Igen, igen, és a Rudas Pista azt mondta, hogy úgy el tudnálak képzelni bemondónak. Miért nem jelentkezel a Magyar Tévébe? És így ültem, mondom, hát nem mondom, írjak meg egy levelet, vagy mit csináljak? Aha. Mondom, hülye vagy? Hát nem is fognak válaszolni. És így eszembe jutott, hogy anyukámnak egész gyerekkoromban azt mondtam, hogy írjál levelet, és küldjél fényképet, és írd meg, hogy te nagyon jó színésznő vagy, gyönyörű hangod van, és te oda akarsz menni, és ott akarsz dolgozni. És mondta anyukám, hogy kislányom, nem fognak válaszolni. És akkor ez így lezajlott ez a beszélgetés, és én hazamentem, megírtam kézzel a levelet. Én nekem gyerekkorom óta ez a vágyam, és ízés. Leírtam benne mindent, lementem a Szutersba, a 18. kerületben laktam akkor, és ott volt egy Szutersz, és akkor lementem. Mondtam, hogy ideig érőképet kérek. Mondták, hogy ezt portréképnek hívják, mondom, nekem tök mindegy, csak legyen rajta a szép blúzom, mert ezt fölvettem, mondom, az úgy jó lesz. És akkor mondta, hogy jó. Mondom, a Magyar Tévében lesz, oda szállom ezt a képet. Igen? Miért? Mit szeretnél ott? Hát mondom, ott akarok dolgozni, ott fogok dolgozni. És utána a boszorkány hínet bekapcsol. Igen, és utána bementem a hölgyhöz, amikor fölvettek, hogy nagyon szépen köszönöm, hogy segített benne. Szóval milyen érdekes ez a mondat, te nálad csapódott, amit édesanyád mondott. Igen. És azt szerintem az a mondat, hogy eszedbe jutott, az józanított ki, nem? Hogy ne azt az utat kövess, ugye? Igen, meg egy picit úgy érzem, hogy ő is intézte ezt, hogy nem arra kell menni. Tehát, hogy egy picit azért, hogy ha a hatását érezted. Akkor igen, igen. Na aztán akkor a... Na és akkor utána bekerültem 95. Hát ez is milyen sorszerű. Május 5-én voltam először adásban, ez egy vasárnapi nap volt 95-ben, anyák napja. Úgyhogy föl tudtam köszönteni az összes anyukát. Egyébként a riport... Vagy ilyen, ez milyen érdekes érzés, hogy ez így a sors megadta, hogy valamilyen módon ezt meg tud tenni, megköszönni így édesanyádnak, és te is édesanyja vagy, úgyhogy... Akkor már nekem 4 éves volt a gyerek. És továbbra is kékszemű volt. Igen, és édesen drukkolt, hogy és benne vagy a tévében, de jó. Na ez neki ennyi volt, és utána, amikor bekerült ugye az óvodába, és így mondták, hogy anyukád, tehát láttuk a tévébe. Tudom, én is láttam. Nem volt otthon megint hétvégén. Neki ez ennyi volt, mert neki már nagyon elege van ebből. Vagy be kellett jöjjnie velem, de ő ugyanúgy jött a tévébe, ő nem is lett tévés, úgyhogy mondta, hogy köszönöm, ezt nem. Na és ott ugye én bemondóként kezdtem, és akkor utána a közös barátunkkal, Dömsödi Gáborral dolgoztam először a Naprakész autókban, azt imádtam, mert a Jackie-be dolgozhattam, meg megismertem egy nagyon jó csapatot, egyébként nagyon hálás vagyok nekik, mert nagyon tényleg jó csapat volt, meg nagyon sok biztatást kaptam ott. Mert a bemondói munka az egy nagyon magányos munka, és nagyon nehéz egyébként, mert hogy ott van, mit tudom én, 2 perc, 40 másodperced, és fogalmazd meg te, mi írtuk, nem volt súgógép se. Amikor elkezdtem dolgozni az egyes programon a súgógéppel, akkor én teljes pánikban voltam, mert addig nem volt, hogy megjelöltem a betű, most meg úristen, mondom, mindig oda kell nézni, és mindig megy a betű. Tehát, hogy föltették azt a szöveget, amit én megírtam, de én nem akarok azt látni, hát nekem az, én azt megtanultam, én megtanultam teljesen mindent. Tehát az olyan jó ortorna volt. De, na mindegy, aztán megtanultam súgóval dolgozni, meg az egy óriási dolog. De akkor jöttek ilyen műsor felkérések, és egyszer csak jött egy ilyen, hogy ki mit tud, gála műsor, díjkiosztó. Amit az Imre vezetett egyébként az elődöntőket, döntőket, mindent. És mindent ő vezetett egyedül, éveken keresztül. És fejből. És nem akart senki. Tehát ő nem akarta azt, hogy neki segítsen bárki is. Na de ott iszonyú sok díj volt, valami, nem tudom, 100-valahány díjat adtak át, és pont ettől akarták megkímélni. De nem mondták el neki, hogy Imrus, nem azért hívjuk, mert te már esetleg nem vagy annyira jó, vagy nem tudom, hanem azért hívjuk, hogy a hülye gyerek adja át, ő olvassa fel a díjakat, a rossz részére hívjuk.
De hát engem mit érdekelt, hogy milyen részére? Én odaállhatok a Operett Színházból, volt 6 kamerás élő közvetítés, tehát életem estéje. Valamennyire emlékszem, nem teljesen. A próbára, amikor elmentem, Anton Imre nem szólt hozzám. Hát mondom, ez nagyon jól kezdődik. Próbáltam neki bemutatkozni, azt picit úgy valahogy mégiscsak abszolváltam. A kezed, de nem nézett rám, és úristen, mondom, és kérdeztem ott az emberektől, hogy de miért haragszik rám? Hát, hogy ő nem akarta, hogy legyen műsorvezető kollégája. Hát akkor nem rátharagudott tőle, hogy nem, a szituációra, persze. És hát aztán így látta, hogy igazából, tehát azzal, hogy ő ezt a szituációt elkezdte e felé bonyolítani, ettől én teljes görcsbe lettem, és a sírás szélén voltam. És ennek ő nem örült. Tehát, hogy ő ezt fölismerte, és ő ezt nem akarta továbbvinni. Tehát látta, hogy nem egy elszállt valaki vagyok, aki jött, és ifjú titánként le akarom őt tarolni a színpadról, hanem én a megfelelő tisztelettel közelítettem felé, de hát egy ilyen dühös ember volt ő akkor. És akkor már a próba végén egy picit oldódott a dolog, de igazából akkor oldódott fel, amikor megérkeztem az élő műsorra, természetesen 2 órával előttem, én a mai napig 1 órával műsor, sőt másfél órával a adásaim előtt 3:45-kor megyek, és 6:25-kor ma a híradó, úgyhogy én nekem kell, hogy tudjak aklimatizálódni, és ott legyek időben. Hát akkor is megérkeztem, de nagyon rosszul voltam. Nem aludtam egész éjszaka, 40 fokos lázam volt, és semmi nem maradt meg bennem. De tényleg semmi, úgyhogy hívtam egy taxit, a taxis mondta, hogy szerinte ne az Operett Színházba, hanem valamelyik kórházba menjünk, mert zöld a fejem. Hát mondom, az jó. Te lehetél volna sereknél. Én körülbelül, igen. És így megérkeztem, és kérdezte Imre, hogy jól van? Mondom, nem. Nagyon rosszul vagyok. És elmondtad neki, hogy mi van. Na, jöjjön, kap egy kis gyógyszert. Úgyhogy a Unikumot azt szépen... Unikumnak hívták Unikum. Én, igen. Egyébként Imréről az volt a legenda, és nem csak legenda, valóság volt, hogy így ránézett egy A4-es lapra, lefotózta szemével, és betűre visszamondta. Elképesztő volt. Nagyon durva. Úgyhogy... De hogy ő ott egy másodperc alatt ezt felismerte, és soha többet nem engedett sem, tehát kísért mindenhova. Egy nagyon kedves ember volt. A színpadon például. Folyamatosan a fél szeme rajtam volt, hogy jól vagyok, nem ájulok, nem tudom. Annyi italt ittam, hogy tehát, hogy valahogy tudtam kicsit inni. Kicsit oldódott a feszültség. Egyrészt oldódott, másrészt meg tudtam inni valami őszilevet, vagy nem tudom mit, ami egy pici cukrot vitt be a testembe, meg talán még egy csoki is megmaradt bennem. De az az Unikum, az tényleg, hogyha pici mennyiséget iszol egy ilyen vírusos, vagy nem, lehet, hogy az izgalomtól volt. Nem tudom, hogy ott egy vírust kaptam be, vagy az izgalomtól teljesen megnyitottam a kapukat, és az első vírus megtalált, valószínűleg ez lehetett, de ott én le voltam amortizálódva teljesen, és ettől függetlenül a ki mit tud gálom is a végére, már semmi bajom nem volt. Olyan élmény volt, és utána a végén megölelt, és így tényleg miután mi dolgoztunk, utána mi nagyon jóban voltunk. Meg én nagyon Takács Marikától elkezdve az összes tanára. Tamási Eszterrel? Tamási Eszterrel már nem. Vele nem. Takács Marikával még egy fél évet dolgoztunk együtt, úgyhogy ő már nem Hudik tanított. Gyuri még tanított. Kertés Zsuzsi volt a tyúkanyú, akitől a legtöbb mindent tanultuk, de a Mohai Gabi, Baj Évike, Berkes Zsuzsi, Radványi Dóri, Sugár Ági, mindenkitől, Lőrinc Gabi, mindenki tanított. És mindenkitől el tudtál lesni valamit is. Én nem olyan rég találkoztunk, volt egy ilyen kis Gábor szervezte meg, Mohai Gábor, hogy találkozzanak, a régiben mondok, és én annyira, aki ott volt, annak úgy megköszöntem, mert hogy minket ugye elindítottak a pályán, meg megtanítottak nagyon sok mindent. És ugye szerintem rájuk az volt jellemző, ugye, hogy nem a digitális korszak szülöttei voltak, még az analógiának úgymond, és ugye az volt benne a szép, hogy ezek az emberek megtanultak rögtönözni. És olyan mélyen ismerték a szakmát, és annyira tisztelték ezt az egész szakmát, bizony. És a magát a televíziózásról, ugye Vitrai tanárról nem is beszélve, hogy egyszerűen más emberi megközelítést adott ennek a
akik nála tanultak, igen, szerintem. Ti még a digitális korszak és az analóg korszak között volt, vagy igen, ugye? Igen, igen. Hát akkor kezdődött a nagy fejlődés ott a 90-es évek elején, de mi még azért bele tudtunk kóstolni abba a régi nagy tévés hőskorba. Hát ugye én még a Szabadságtéren kezdtem. Tehát a gyerekem az még ott páternoszterezett, az nagyon szerette. És kérdezgettem tőle, de hát ugye nem hittem el neki, mert még csak 4-5 éves volt. Mondom, felreáll a Paternoster, amikor követve megy. Én is mentem benne. Teljesen hülyének hozott az. Valamikor tőzsdeház volt, ha jól emlékszem. Igen, 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 hát alkalmatlan volt, tévézésre alkalmatlan volt. És akkor emlékszem, hogy a Bényi Évivel mentünk úgy, hogy fogtuk egymás kezét, de két hülye. Mondom, úristen, ha felreáll, akkor guggoljunk le, hogy akkor, hát aztán eszemültött, hogy akkor mi nagyobbat esünk, de mindegy is. De nem állt felre, hanem ugye szépen körbe megy. De mint két gyerek, mi úgy izgultunk. Te és a Magyar Televízió után hol vezetett az utad? Hogyan? A Magyar Televízió után én érdekes, mert ugye most is vidéken él a gyermekem, és már akkor egy kicsit, akkor én is besokaltam, és akkor egyszer ültünk a kocsiba, akkor vettem egy kis piros autót, egy dízel piros autót, egy francia autót, ami egyébként két autóból volt összehegesztve, ez akkor derült ki, amikor frontálisan összeütköztem, és majdnem meghaltam benne, és aminek Lukas volt a tankja, úgyhogy nem lehetett teletankolni, mert akkor folyt ki belőle a gázolaj. Na mindegy, és ült a gyerek hátsó ülésen. Nagyon kemény volt. És azt mondta, hogy úgy utálom ezt a dugópestet. És így hátranéztem, és mondom, mit mondtál? Jött egy pöc, mi? De tényleg. Mondom, hogy neked milyen igazad van? Dugópest. Mondom, ez milyen, milyennyire találó. És mondtam, hogy figyelj, elköltözünk innen? És mondta, hogy költözünk. És akkor elköltöztünk Székesfehérvárra. Akkor már elváltunk az édesapjával, és akkor ketten próbáltuk élni a kis életünket. És akkor mivel foglalkoztál? Akkor a Fehérvár TV-ben voltam. Akkor harmadik ember voltam a Fehérvár TV-ben. Fogalmam nem volt, hogy mit kéne csinálnom. De volt az igazgató, a főszerkesztő helyettes, és utána én már nem is tudom, milyen pozícióban, műsorokért felelős szerkesztő. Aztán hova tovább? Visszakerült? Hova tovább? Visszakerültem Budapestre. Nagyon nem örült a gyerek, akinek mondtam, hogy figyelj, költözünk vissza. Anyádat a Hír TV-be fölkötték, és akkor volt ez nekem jó lesz. És ez volt 2004-ben, és akkor visszaköltöztünk. Ja, akkor volt hetedikes, igenis fél év megköltöztünk vissza. Hát aztán utána azért belerázódott, mert így végigélte, aztán utána Budára költöztünk, ugye megismertem a második férjemet. Az hogy sikerült a második férjedet? Hogyan? A második férjemet úgy ismertem meg, hogy elkezdtem dolgozni a Hír TV-be, ott már ugye hírolvasóként. És akkor párba raktak bennünket, és engem a Sárfalvi Petivel raktak párba, ami hát nagyon szép páros volt szerintem, csak nem tudtunk együtt dolgozni. Petinek olyan humora van, de tényleg olyan humora van, hogy ő ilyen tök komoly fejjel embereket kikészít. Tehát, hogy végülis ő volt az esküvői tanunk, és az anyakönyvvezető az annyit kért, hogy szóljunk a tanunknak, hogy fejezze be, és ne beszóljon egy szót sem, mert ő nem tudja végigvezetni a szertartást. Ő neki mindenről van egy gondolata, amit ő tök komolyan előad, de nem tudsz megmaradni mellette. Tehát a humor nélküli, nagyon savanyú ember is, hihetetlen módon kezd el röhögni. És a Peti a híradó alatt is ezt csinálta. És akkor ebből a sportot űzött ezek szerint. Igen, és amikor azt mondják, hogy 10, és ő ilyen lezeméstelen arccal ül, de az operatőr fekszik a kamera alatt, én nekem folyik a könnyem, nem. És akkor így végighallgattuk a főnöknek, hogy mind a kettőtöket kirúglak. Volt nekem egy olyan adásunk, hogy nem tudtam megszólalni. Tehát, hogy tudtam azt, hogyha megszólalom, akkor kitör belőlem a röhögés. Na mindegy, és akkor, de hogy így nagyon jó barátok voltunk, és a Jónás Sanyinak, ugye Kamilának a beszédtanára volt a Jónás Sándor, a Krónikás zenedében, ő neki volt a szülinapja. És akkor a Sanyika mondta, hogy hát őt úgy utálják itt a tévéből, hogy biztos nem fog eljönni senki. Na hát én meg ezen kirakadtam, mert Fehérvárról én hoztam el Sanyit, tehát nekem ő volt tényleg a legjobb barátom. Mm-hmm. És mondtam, hogy mondom, ide elhozom az egész Hír TV-t. És a Sápé volt, a Sárfalvi volt, aki nem akart eljönni buliba. És mondtam neki, hogy Peti, ha most nem jössz el, soha többet nem állok veled szóba. És
akkor mondta, hogy jó, akkor eljövök, hozhatom egy haveromat, azt hozol, aki tapasztalom. Hozzá, persze, több haverodat is hozhat, mondom, legyünk minél többen. És egy tök jól sikerült születésnap volt, Sanyi boldog volt. És hát egyszer csak ült mellett a Sanyi, és valamit magyarázott, és mondom, várjál már egy kicsit. Mondom, bejött a férjem. Az igen. Milyen férjed? Hülye vagy? Ez a sárfalvi. Mondom, de ott van mellette a férjem. De nem is ismered azt a csávót. Mondom, de ő lesz a férjem. És ő a férjem. Bejött Sárfalvi Peti egy pasival, és akkor mondtam, hogy akkor most eléneklem Koppány Danát. Hát, ha tetszik neki. Hát, vett egy pár alkoholos italt nekem, szerintem azért, hogy hallgassak el. De aztán utána a fölhívott, és akkor letiltott a motorban, és aztán egyébként, utána... amikor te azt mondtad, hogy ő lesz a férjed, utána mi következett? Ő úgymond vette az adást, azt a hullámosat, amit küldtél, és akkor... Vettem, vicces volt, mert én azt akartam, hogy mellé ülhessek, ő meg szemben akart ülni. De ez a mai napig így van, hogy én általában mellé akarok ülni, ő meg azt mondja, hogy úgy tudunk beszélgetni, ha szembe ül, de én meg szeretem, ha válunk összeér, és akkor forduljunk egymás felé, vagy nem tudom. De nagyon vicces volt, mert mi állandóan átrendezgettem az asztalt, mondom, arrébb egy kicsit. És ő meg állandóan szembe ült, mondom, ezt én nem hiszem el, mondom. Hát van egy mondás, hogy szembe babám velem, ha szeretsz, ugye? És akkor mondtam Petinek, mondom, ültesd már ide, és mondta, hogy de veled akar beszélgetni. Ja, mondom, messziről? Ha, mondom, jó, én is félnék magamtól, mindegy. És aztán utána, hát azért most nem azt mondom, hogy csajozósnak néz ki, de úgy nem, tehát úgy nem gondoltam volna, hogy egy vörös rózsával fog érkezni, és az első randin nem csókol meg, de pont ez történt. Hogy jött egy vörös rózsával, meg az aktatáskáját, most is otthon az asztalon, néztem, hogy úristen, mondom, valaki hord még aktatáskát? Hát hord, mert az A4-es papírok abban nem gyűrődnek össze, és ő neki van benne mindig egy csomó. Na mindegy, és van rajta nagyon értékes írás is, tehát nem csak a papír. És így beszélgettünk, hát elmeséltem neki az életemet, mondom, ha nem szalad el, akkor jó, ő is elmesélte az Én sem szaladtam el, én próbáltam ilyen nagyon meglepett arcot vágni, de hát én már mindent tudtam, hogy 3 gyerek van, meg 2 felesége volt már, meg van egy olyan gyerek, aki egyik feleségé sem, hanem az egy harmadik hölgyé, na mindegy, szóval, hogy nem egyszerű az ő élete sem. És akkor így kölcsönösen megbeszéltük, és aztán utána így megölelt, és adott 2 puszit, és adott egy vörös rózsát, és akkor másnap találkoztam Petivel, Sárfával, mondja, hogy na, mondom, aha, figyelj, mert haverod is barátkozni akar, vagy valami van vele. És láttam, hogy szegénynek így lement a redőny, mondom, föl ne hív, meg ne kérdezz, hogy most mi lesz. Nem. És akkor jött, fel kellett mennem hangot mondani, mert a BBC-nek én voltam a Hír TV-ben a női hangja. 10 perc múlva lejöttem, mondom, azt mondja, Peti, gondolkoztam. Á, rendben lesz minden. Mondom, fölhívtam. Dehogy is, nem, csak gondolkoztam. De fölhívta? Föl, persze, egy fél év múlva mertem megkérdezni. Mondom, figyelj, mert téged akkor fölhívott. Persze, hogy fölhívott. És mondom, mit mondtál neki? Hát, hogy még egy kicsit, hogy is fogalmazott? Egy kicsit még. Masszírozta az ügyet? Fullasztom, vagy egy kicsit még. Na, mondom, hogy milyenek vagytok ti, mondom, ti rosszabbak vagytok. A férfiak is pletykálnak, hidd el. Szerintem jobban pletykálnak. Szerintem is. Igen. Na mindegy, úgyhogy így indult, és aztán utána mi megbeszéltük az első randin, hogy semmiképpen nem fogunk összeházasodni, mert neki már a harmadik feleség lennék, nekem meg a második, és nem szeretnék. És gyereket se szeretnék, és neki van 3, nekem 1, az pont 4, nem mondom ilyen. A te gyerekednek az én gyerekem, veri az én, a mi gyerekünket, azt mondom, azt nem szeretném. Úgyhogy így ezt eldöntöttük, és aztán utána 2010-ben megkérte a kezem, én meg nagyon boldog voltam. Hogy és eldöntöttétek, hogy nem házasodtak össze, de aztán eldöntöttétek, hogy mégiscsak. Hát, azt mondta Csabi, hogy igazából az ő szülei, akiket 2 éve elveszítettük, 6 héten belül a édesapját meg az édesanyját, ami egy ilyen elég nehéz időszak lehetett, lelkileg gondolom. Meg a mai napig nehéz, de valahogy ők annyira szerették, nagyon szerettek engem. Pedig nekem nagyon sok konfliktusom volt apósommal, mert ők ilyen
ilyen nagyon klasszikus család voltak, ez a kicsit ilyen hímsoviniszta. És akkor én mindig lázadtam, hogy fiad nem fog így beszélni velem, mert elásom. Így elmondtam apusomnak, aki nem is értette. Megmondtam neki, hogy ne beszélj már így Évával. És akkor anyusom mondta, igen, nem kell megvédenie, de hát de mondom, jó, hát ha nem kell megvédeni, akkor én sértődöm meg. Tehát, hogy, és akkor én, tudod, mondtam apusomnak, hogy jó. És közben ő elmondta, hogy ő imádja. Ő az Éva nélkül egy tehát ő föl se ér a lábam. Álljunk el valamit a nézőknek, hogy ki a férjed, ha ez publikus. A férjem? Várja, még azt kérdezném, hogy ennyi táblatából még mindig jó feleségének lenni? Jó, egyébként jó. Jó. És kicsoda egy? Na, őt úgy hívják, hogy professzor dr. Polgár Csaba. Nem így hívták, vagy hát a professzor az nem volt előtte. Amikor megismertem, akkor ő az Országos Onkológiai Intézet sugárterápiai osztályának volt az osztályvezető helyettes főorvosa. Aztán nem sokra rá az osztályvezetője lett, és aztán utána nem sokra rá, ugye, akkor már PhD-s orvos volt, aztán utána nem sokra rehabilitált, tehát neki nagyon erős tudományos munkája van, és aztán fölkérte... Egy publikális? Publikális, nagyon sok külföldi előadást tart. És, vagy nagyon sok előadást tart külföldön, angol nyelven. És, meg hát nagyon sok stádiuk van külföldi onkológiai intézetekkel, nagyon sok kutatás van együtt, úgyhogy nagyon-nagyon komolyan nyomja. És hát aztán utána főigazgató helyettes lett, és most már, hát aztán 6. éve az Országos Onkológiai Intézetnek a főigazgató. Hogyan tekintesz ezzel a szemmel a férjedre, mint egy professzor is, ugye egy nagy intézménynek egy nagyon komoly intézménynek a vezetője. Tudod, nagyon... mennyi idő jut egymásra? Ja, hát nagyon büszke vagyok rá. Tényleg nagyon büszke vagyok rá. Iszonyatosan nehéz. Nagyon nehéz egy ilyen. Hogyha arról az oldalról nézem, nagyon nehéz egy ilyen feleség. Nagy elfoglalás, sok idő. Nagy, nagyon, nagyon. Hát meg nagyon hektikus, meg... Ebben a pozícióban nagyon sok olyan munka van, ami nem a gyógyításról szól, hanem egy hogy nem ilyen. Csak. Hát igen, igen. Hanem inkább a menedzselnek, orvállatok, igen. Szakmailag is gondolom. Kell, pontosan. Felelős, iszonyú sok emberért. És maximalista. Tehát, hogy ő munkamániás. Mert ezt lehetne valószínű sokkal ilyen üzében csinálni, csak akkor nem így működne. Ő a legjobbat akarja. És ezért képes éjszakákat dolgozni. Tehát én sokat látom ott az íróasztalnál, és akkor, hát akkor én lefekszem, most már be tudjuk zárni a hálószoba ajtót, és akkor én alszom. És volt olyan, hogy én mentem dolgozni, ez még itt ült, az 3:30. Egyébként milyen a természet a férjednek? Mennyire vagytok, tehát olyan szimbiózisban, amire azt mondtad, hogy neked ez jó? Tehát, hogy mint feleség ezt, hogy éled meg az ő egyéniségét? Ő egy nagyon kemény ember, nagyon sokan félnek tőle. Tehát ő ez nagyon vicces volt, csak hogy jobban megértsd, meg a hallgatóságunk jobban megértse. Volt olyan, hogy beálltam az onkológiai intézetbe, nagyon-nagyon ritkán megyek úgy be, de akkor be tudok állni. Az ő autója mögé szoktam megállni. És az egyik biztonsági őr, aki beengedett, ő ismert, és ő tudta is, hogy ott akkor ráállok a vonóhorogra fél centit, hogy be is férjenek mögöttem, 5 percet vagyok ott, mert valamikor bemegyek vizsgálatra, valamikor neki viszek valamit. És rohadt ki az egyik biztonsági őr, hogy professzor úr autója mögé ne álljon! Mondom, miért? Hogy miért? Hát, de hogy el akar menni, mondom, a felesége vagyok, és ő nem akar most elmenni. Ja, elnézést kérek, a felesége! Ugye szépen beszéltem. Mondom, most te jobban félsz tőlem, vagy a professzor úrra. De hogy így tőle, na, ő egy kemény. De igazságos. Nagyon. Ő tűzbe menne a beosztottjaiért. Uh-huh. Nagyon nem szereti, ha valaki lény. És akkor néha hazajön, hát, és ebben a szakmában megengedte. Persze, egyébként is. Persze. Mondjuk nem jó, amúgy se, de igen. Ebben a szakmában megengedte. Nem, de azért próbálkoznak az emberek, na hát most mindenhol próbálkoznak, és mindig keressük azt, hogy mit lehetne kicsit úgy könnyedebben megcsinálni. Nem szereti. Ő nem megúszásra éli az életét, hanem ő csinálja, és nem tudom. És
És hogy Isten igazából tényleg szigorú, de igazságos, de hogy ő vezetőnek született. Ő egy olyan típusú ember, hogy ő megmondja, hogy mit csinálj. Ő, és tudja is, hogy mit kell. Igen, meg ő nem az van, hogy ő mosolyog, hogy jaj, de örülök, hanem jó napot kívánok. Tehát ilyen, jó. És akkor néha azért, és akkor van, hogy itt elkezd magyarázni, hogy akkor ő mit gondolt. Azt mondtam neki, hogy te figyelj, az megvan, hogy már nem a kék golyórát győrt, sajnál vagy ugye. Tehát nálam emberébe talált, az biztos. Néha életeszed a dolgot, igaz? Igen, én eléggé... Én azt gondolom, hogy egy párkapcsolatban a férfi és a nő maradjon férfi és nő. Ugye? Ne legyen a nő vezető, de a nő az pontosan ugyanolyan érték, és pontosan ugyan azon a szinten van, mint nő, nem a férfi alatt van, nem a férfi fölött van, hanem a férfi mellett van. Igen. És legyen egyenrangú, és ne legyen az, hogy az oldalbordám, és akkor ő csak egy nő. Az kicsit a lealázó szó, ugye, az oldalbordás. Hát egy kicsit. De lehet szépen is, csak hogy mondom, egy partner kapcsolatban a férfi és a nő egyenrangú partnerek. Én szerintem az a szeretet, ezt aztán cáfold meg, ha nem, hogy meg tudjuk mondani másnak, hogy szívem, nem jó úton jársz. Ez így nem jó. Ezt is gyakoroljátok olykor, hiszen igen, emberek vagyunk, eltévedünk időnként. De egyébként az az igazság, hogy a mai világban sokan összekeverik a hibát a személyiséggel. A kettő nem ugyanaz, mert a hiba az egy pillanatnyi valamiből táplálkozik, egy pillanatnyi rossz gondolatból, és nem tudatosan készítjük elő, és szemétkedünk, és hazudozunk a másiknak egy partneri kapcsolatban, és szerintem mindent meg kell tudni beszélni a másikkal, még akkor is, ha az vezető nehéz, nem? Igen. Te itt gondolom, te is így látod. És egy ilyen erős ember mellett, mondjuk erős feleségnek is kell lenni, nem agresszívnak, hanem erősnek. Na ezt kell megtanulnom. Én azért tudok meg. Mert ő ne legyen maszkulin, szerintem az nem szép. De legyen, de azért ne legyen sem, mert mindent megcsinálom. Igen, ne legyen maszkulin, de azért ez a világ... Hú, nagyon nehéz egyébként. Tehát én nagyon megértem, hogy miért akartani Balázst. Mert nem egyszerű a nő. És ez már akkor indult. Igen. Vagy akkor is. És persze, nem szabad agresszív. Én például pont ez az egyik életfeladatom, hogy az összes olyan agresszivitást, ami még mindig van bennem. Tehát én vagyok az, aki egy rosszabb napomon kiszállok a kocsiból és kirángatom. De tényleg. Mert magyaráz nekem, amikor egyébként a jobb kész szabályt ő nem adja meg, és olvasom le a szájáról, hogy mit mond, és így a nyakánál fogva húznám ki, hogy hello, az a kereszt, az szerinted mit jelent? Vagy ha nincs kereszt, akkor is a jobb kész szabály, ugye? Hát de amikor ki is van rakva. Ez tipikus példája, és ezt azért sem mondom, mert hát ha tanulnak belőle, hogy könyörgöm, aki a kék golyó jön fölfelé. Ott van valóban egy Rád György utca, igen, ugye igen. Pont a onkológiai intézetnek a sarka, és tök logikátlan, de a Rád Györgyöt védi a jobb kéz. Igen. És akkor a múltkor jövök le, pont az intézetbe szaladtam be, mert az EU tajkártyánkat ki kellett váltani, és lerakta a férjem a személyigazolványát és a lakcímkártyáját a portára. Egy fél másodperce megálltam, fölkaptam a borítékot, megfordultam, és jöttem lefelé a Rád Györgyön, aminek ez a pici szakasz a két irányú. És ott valaki megállt a sarkon, és akkor próbált befordulni egy másik, aki közölt egy nem látja, hogy egy irányú. Mondom, köszönöm a tájékoztatást, itt két irányú. Tényleg? Mondom, tényleg. És mondom, tudja, mi még az érdekesség? Hogyha mondom, egyenesen ment volna tovább, akkor is nekem lett volna erőnyöm, mert ráadásul még jobb kezes is. És így láttam, hogy teljesen hülyének néz. De hogy ott volt nekünk olyan szituációnk, és pont a Csaba legkisebb gyereke ült bent hátul a kocsiba, legurultunk, akkor volt bent a Csaba édesanyja, már a utolsó napokat töltötte a kórházba, és két hölgy ült egy ilyen kis valami mikrába, vagy nem tudom mibe, és ennyi múlt, hogy tehát a férjem kivitte a kocsit, és utolsó pillanatban lefékezett. De mondtam neki, hogy nem adják meg, nem adják! Mondta, hogy látom. És így leolvastuk. És az édesanyját szívta, és nem annyira szép jelzővel, mind a ketten úgy szálltunk ki a kocsiból, mint két ilyen állat. Uh-huh. És akkor annyira kellemetlen volt, mert mondtam, igen, hogy rendőrt hív. Kemény helyzet. Mondtam, hogy hívjad, és akkor magyarázd el neki, hogy egyébként te a jogkész szabályt miért nem adod meg.
Mert mondtam, hogy én figyelj, nem azért rángatom az ajtódat, mert meg akarlak verni, hanem szálljál ki, és gyere el 2 métert, és nézd meg, hogy milyen tábla van ott kitéve. Tudod, Eszter, én... Na, ezt a részen akarok változtatni, ezt el tudja mondani, úgyhogy jobb kész szabály. De egyébként... Hát, még ez nem sikerül. Egyébként nem tudom, te is talán látod, hogy a mostani világunkat, amit éljük, hát nem a legjobb időszak. Jaj, szerintem. Nem. Kettő pedig én azt látom, hogy az emberek elég tekintélyes része befordult. Nincs a jelenbe, ez közlekedésileg is értendő. De semmiben nincs. Megy az utcán, és így nyomkodja a telefont, gyalogol, és nem néz föl, hogy belejön szembe egy idős néni, vagy én, vagy egy másik ember, és a social media annyira beszippantotta. Nem érzékelik az ember. Egyszerűen nincs, nem értik maguk közül a teret, ugye? Igen. Szóval valahogy nincsenek. Na és akkor még azt megkérdezném tőled, hogy a TV2-höz milyen út vezetett, vagy hogy sikerült ez? Hát, ugye ott tartottunk, hogy Hír TV, és akkor a Hír TV-től eljöttem, hogy is volt, 2011-ben. 2011-ben visszamentem a Magyar TV-be, de hát az már MTVA, és már a Kunigunda útja, már nem a Szabadság tér. Én úgy jöttem el egyébként 98-ba az akkori Magyar Televízióból, akkor fél évig nem fizettek ki. És akkor váltam, és akkor... Tehát ott egy gyerekem lyukacipőben volt, én zsíros kenyéren éltem. Közben a Sikeres Nők címlapján voltam, csak azt nem tudtam megvenni, mert el kellett dönteni. Sikeresen elszegényedett! Tényleg, én mondtam, hogy ilyen nincsen, hogy a 400 forintos újságot, aminek én vagyok a címlapján, az a cím, hogy Sikeres Nők, nem tudom megvenni, mert akkor a gyerekemnek nem tudok venni húzdek a húst, amiből főzők pörköltet tarhonyával. Nekem jó a zsíros kenyér. És akkor mondtam, hogy na jó, akkor ezen változtatunk, és akkor mentem el vidékre, és akkor utána visszajöttem, Hír TV, és a Hír TV-ben ott nekem voltak kemény meccseim a közvetlen vezetőmmel, és én ezeket végig szoktam vinni. És amikor már elmentem a falig, kicsit beütöttem a fejem, akkor föl szoktam mondani. Úgyhogy fölmondtam, és átmentem visszamentem az MTV-ába. Ezt meg kellett magammal beszélni, hogy akkor most akkor végül is átlépem azt a küszöböt, de ez nem is az a küszöb, mert ez már Kunigunda útján van, úgyhogy jó lesz. Uh-huh. Elkezdtem híradózni, és a következő évben átalakították a híradót. Már nem kellettünk, jöttek a fiatalok, és aztán utána minket például a Zsuzsi kolléganőmmel, György Horváth Zsuzsival, JHZ-val, értékes embereket, tehát hogy tök igazságtalanul beraktak minket az egyperces híradóba, ami egyébként egy nézett történet, de hogyha... De szakmailag nem annyira néz ki, tehát hogy egy perc alatt nem tudsz 4 hírt elmondani, mert én se fogom föl, és pont amit mondasz, hogy az emberek nincsenek jelen, hát nem is tudnak jelen lenni, mert így nem tudod végig hallgatni, hogy mi mondani akarok. Ahogy tudtam elmondani. Mondtam, hogy miért nem teszünk be 3 hírt, hogy azt egy kicsit esetleg föl is fogja a néző. Nem, 4 hír kell. Jól van, mondom akkor. És akkor utána így mondtam, hogy én ezt nem. Éjszakai ügyeletben voltam sokszor, amit nagyon nehezen viseltem. Tehát egy este 8-ra bementem, reggel 5-ig bent voltam. Nem aludhattam. Fárasztó. Hát fárasztó. És akkor eleinte úgy volt, hogy van az éjszakás heted, meg a nappalos heted. És akkor az úgy tiszta volt, hogy van egy rossz heted, akkor próbálod valahogy úgy alakítani az életet, hogy napközben tudj aludni, és akkor utána jön a jó hét. És aztán utána fölmondott az egyik kolléganőm, és akkor lettek kevert hetek. És amikor megpróbáltak nekem elmagyarázni, hogy amikor hétfőn te dolgozol, éjszaka, kedd hajnali, akkor kedden szabadnapos vagy. Tényleg? Hát mondom, a kedd az nem éjfél, utána egy másodperccel kezdődik. Mert akkor 5 órát dolgoztam a szabadnapomon. Ja? Tényleg. Na, hát mondtam, hogy akkor ebbe a számrendszerben én nem szeretnék tovább dolgozni, és akkor kaptam lehetőséget a TV2-be, hát és rettegtem először. Miért? Mert ugye én közszolgálati tévében dolgoztam eddig csak. Jó, a Hír TV az nem teljesen közszolgálati, de nem a kereskedelmi. Tehát RTL, TV2, a 2 kereskedelmi tévé, a klasszikus kereskedelmi tévé, de hát mondom, hogy? Tehát, hogy ott mi fog várni engem, hogy itt vénségemre, hát azért 52 éves leszek idén. És ez ugye 2017-ben volt, tehát nem voltam fiatal, nem így pályakezdőként kerültem oda, mondom,
meg kell tanulni egy másik tévés létet, vagy mi ez. És akkor mentem aláírni a szerződést, és kérdezték, hogy van egy gyermekem. Mondom, igen, igen, igen. Hogy de jó, hogy van az óvlak. Az egy ilyen, ilyen óvoda, a belső óvoda, hogy nyugodtan hozzam be. És akire elkezdtem röhögni, hogy mondom, én ilyen felvizsgálatban. Mondom, eszembe jutott, hogy, mert így mondták, hogy nem baj, de a családban van, mondom, feltétel, hogy hozza a gyereket, mert akkor kerítek egyet. Na, ennyire akarja. De utána így vele gondoltam, hogy tényleg már nagyon sokat volt ott a gyerek. Nagyon-nagyon sokat. Ellopta a belépőkártyámat, lement a büfébe. És beállt, és ott volt a galla, emlékszem rá, mert az annyira röhögött. Beállt a sor végére, az 5 éves. És kérdezték, hogy mit kérsz? Én csak egy száraz kifli véget szeretném. Jaj! Mondom ezt, édes, mondom, ezt miért csináltad? Meséld már nekem, mert mondom, nem vagyunk túl gazdagok, de mondom, azért ennyire nem. Hát mondom, egy szendvicset meg tudsz venni, ne idegesítsél. Nem akadt koldus botra jutott. Azt mondta, hogy olyan kíváncsi volt, hogy hogy reagálnak. De nagy franc volt. Igen. És ott álltak az emberek, és a bemondó fia csak egy száraz kifli véget kért. Na, volt, hogy nem tudtam eljönni a programról, mert ő elvitte a belépőmet, és elment páternoszt szerezni, megmondta, hogy volt a pincében, képzeljem el, volt patkány a pincében. Nem akarom, mondom. Meg egér, meg minden, meg galambokat fogdosott fönt a tetőn. És nála volt a mágnuszos kártya. Én ott ültem a programon, azt sem tudtam, hol a gyerek. Tehát, hogy jó volt. És akkor belegondoltam, hogy milyen segítség lett volna, hogyha van egy ilyen óvlak. Mert ő utolsó évben ő tévéovis volt, de azért az sem volt egyszerű, hogy őket ott lehozták ugye a Völgy utcából, most fejtettük meg, mert meg kellett keresnem, hogy milyen utcában volt az óvia, mert a 33 éves vissza akar menni, és meg akarja nézni azt az épületet. Ő onnan egyszer majdnem megszökött, mert megsértették. És mondták, hogy menjél haza nyugodtan, és mondta, hogy akkor ő buszra ül és hazamegy. Na mindegy, nem tudott volna onnan lejönni, de mondta, hogy menjünk már fel egyszer és nézzük meg, úgyhogy majd felmegyünk egyszer megnézni. Nem volt egyszerű, mert volt, hogy élő adásban voltam, és a busz az megáll 2 percre, és vagy leveszed, vagy viszik tovább a gyerekedet. Úgyhogy nekem a barátnőm ment le mindig, és vette le a buszra a gyereket. Aki egyébként leszállt, hogyha volt nálad kakaó, ha nem volt, akkor nem szállt. Ajjaj. Vettem az autót, a kis piros autót, nem tudott róla. Reggel mentünk be a 16. kerületből, hát ugye az 5. kerületbe, az Arany János utcához. Rálépett egy néni lábára a gyerek, a néni az üdvölteni kezdett a 6 éves, 5 és fél éves gyerekkel, hogy mit képzel magáról, le kellett szállnunk, éreztem, hogy meg fogom ütni a nénit. Tehát, hogy amikor a gyerekedet bántják tök ok nélkül, nem és tudok vele leülni, és mondtam, hogy nem érdekel, akkor leszállunk. És így akkor így elhatároztam, hogy most van annyi pénzem, veszek egy kocsit. És megvettem az autót, és lelkesen mentem be oda a Szabadságtérre, a Patkóba, hogy itt a kocsi, hát kakaót elfelejtettem menni. Eljött. Ezt a kis szívószámos. Nem szállt be? Nem szállt le a buszról. Állt a lépcső tetején, mondom, szia, kakaó. Vettem egy autót, kakaó. Mondom, már nincs. Akkor nem jött. Mit neked autó? Nem tudtál ráhagyni autóval. Ja, valahogy lejött, bejárt az autót, azt mondta, ez rozsdás. Ajjaj. Hát mondom, nem egy új autót vettem, kár. Beült hátra, kormányzárba volt az autó, és elmagyarázta nekem az eladó, de elfelejtettem. Rángatom, azt mondja, tudtam, hogy nem fogod tudni vezetni. Húha. Tehát, hogy ilyen két. Neked nincs egyszerű fiat. Jóisten. És akkor nem volt egyszerű. Nem, most se. Egyébként néztem a TV2-nél, hogy nap mint nap nagyon sok szomorú hírt beolvasom. Nagyon. De hogy őszintén, mint anya, mint ember, és ugye elég vezzenisten arccal kell ezt megtenni. És ugye én sokat beszélgettem emberekkel, hogy azért nem lehet könnyű életeteknek nektek egy ilyen televízióban, nem a televízió, csak magát az eseménysorozatot végigkövetni, és ez kvázi rezzenéstelen arccal. Mi az az erő, amikor működik benned, vagy hogy tudod ezt így félretenni a személyes érzelmeidet? Érzel-e valami nagyon nehezet olyan, amikor ezeket bemondod? Hát igen, igen. Van, ami nagyon meg tud érinteni. Érdekes egyébként, mert nem is attól függ, hogy mennyire súlyos a dolog.
minél súlyosabb, annál jobban megdöbbensz, meg annál... Tehát én mindig így arra gondolok, hogy te jó Isten, mondom, de mi átfúlik vele? A friss híreket, mikor megkapjátok, akkor adnak időt nektek, hogy kicsit feldolgozzatok ezt? Persze. Meg hát ugye van egy változata, amit megkapunk, és akkor abból a szerkesztő ír valamit, akkor abban én bele tudok nyúlni. Tehát nekünk megvan azért az a, ha tartalmilag nem is, de stilisztikailag változtathatunk rajta, illetve tartalomban... Egy kis szabadságotok van. Persze, mert tartalomban együtt figyeljük az eseményeket, mert ugye egy csomószor például egy földrengés miatt változik az áldozatok száma, vagy egy balesetnél a súlyos sérültek közül sajnos nőhetnek az áldozatok számai. Szóval, hogy így mi együtt figyeljük a változásokat, és én fölhívom a figyelmét, de tartalmilag én nem változtathatok a híren. És ami alatt megírod, az alatt azért próbálod földolgozni. Nagyon nehéz, hogyha például a barátnőd családját érinti, ebben van tapasztalat. És akkor nagyon nehéz tévésként viselkedni, mert a tévés az érzelem nélkül hírt akar kapni. Tehát azért bármi áron. Te, mint magánszemély, nem kommentálhatod ezt a történetet, én neked nem. Csak el kell mondani, hogy mi történt. Én nem. De ez nagyon nehéz lehet. Nehéz. Egyébként... És főleg a gyerekekről is szóljuk szóval. Igen, és én azt gondolom, hogy erről a szakmáról hiába mondják azt, hogy rezzenéstelen arca. Lehet, hogy az arcod rezzenéstelen, de mégsem mondhatsz egyformán egy megszületett kis gorillát, ami tegnap az utolsó hírünk volt, mert az egy fontos dolog, mert az egy kihaló faj. És van egy, a londoni állatkert, ők figyelnek rá, hogy az a faj ne vesszen el innen a földről, és élet céljuk, hogy igenis szülessenek kisgori. És ez egy jó hír. De az első hírünk, amikor a lovász patonai hölgy, akit nem tudok anyának nevezni, bár úgy kellett tegnap felolvasnom, a 7. gyermekénél úgy döntött, hogy őt már nem adja állami gondozásba, inkább elássa. Tehát, hogy a két hír nem tudod ugyanúgy mondani. Mert nem tudod. És nem is szabad ugyanúgy mondani. És lehet, hogy mind a két esetben úgymond rezzenéstelen az arcod, de én a gorillánál egy pici mosolyt azért megengedek magamnak. Az elköszönésnél azért szeretem, hogyha az utolsó hírünk egy kicsit vidámabb, mert akkor elköszönni sem úgy köszönsz el, tehát mondjuk egy tömegkatasztrófa után nem tudod azt mondani, hogy eddig tartott a déli tények, legyen kellemes a hétvégéig viszontlátásra, mert az úgy hülyén néz ki. De hogy így, abban legalább próbálod betenni magadat, egyébként meg valóban nem tartozik a nézőre, hogy te valójában mit gondolsz erről, de nem lehetsz érzelemmentes. Nem lehet, hogy azért kicsit rossz irányba viszi a tömegeket? Hogy érted? Hogy az egész kicsit, tévé rossz irányba immunitás lesz a dolgok. Hát dehogy nem. De én nagyon sokszor gondolkozom azon, hogy azzal, hogy mi elmondjuk, hogy mi történik, hogy azzal mi a mi felelősségünk. Én saját magamról például látom ezeket az összetört roncsokat, ami 200 fölötti, meg 180-nal ment, és neki ment a fának, és ez a, úristen, ez milyen autó volt, hogy azért, amikor gyorsan mész, akkor nekem eszembe szokott jutni. Nem akarok olyan autóból, nem akarom, hogy olyanból vágjanak ki. Na most, ebben van egy érdekesség, mert ugye, hogy ezeket a híreket nap mint nap elmondjátok, hogy mi okozhatta, főleg amikor rögtön ki is derül. Én néha azt érzem, hogy az emberek nem akarnak tanulni. Nem. Mintha hallottunk egy hírt, de engem nem érdek, hogy azzal mi van, én velem ez nem történhet meg, és a következő pillanatban megtörténik. Igen. Mert szerintem nagyon sok emberből hiányzik a felelősségérzet. Abszolút. Sőt, saját maga iránt, mert felelősséget nagyon sok ember nem vállal magáért, se a tetteért, se a szavaiért, és valahogy olyan, mintha hiába megy le előtte mondjuk egy háborús film, úgy is ölni fog, vagy úgy is rosszat fog tenni. Igen. Tehát nem tudom, hogy egyáltalán mi zajlik az emberekbe, de azt érzem, hogy erről nem a média tehet. Nem, én is azt gondolom, hogy van felelősségünk benne, hogy hogyan tálaljuk. Van felelősségünk benne, hogy milyen irányba visszük az egyébként szerintem sérült társadalmat. De abban nincs felelősség, mert nem kitaláljuk a híreket.
hanem csak elmondjuk, hogy mi történt a világban. Amikor tőlem megkérdezi valaki, hogy miért ilyen híreket mondtok, akkor mindig mondom, hogy tedd fel másképp a kérdést. És egyébként elszörnyed az ember ezt, hogy miért történik ez? Hogy rengeteg rossz történik egy nap, ahol egész évben mi minden történik. Igen. És csak a saját kis hazánkban. Igen. Viszont szeretnék egy olyan oldaladat, hát így utolsóként megemlíteni, vagy búcsúként, hogy neked van egy nagyon nagy karitatív szíved. Én tudom, hogy te segítesz embereknek. Nemrég ugye egy olyan mentőkutyának segítetted az életét át, hogy megszervezted azt, hogy ez a kutya meggyógyuljon, és egyáltalán az ember nem is gondolná, mert ugye az emberek látnak egy bemondanőt a tévében, bemondta rossz éreket, kérdezik, csókom, nyugodjanak békében. Szóval van, ami van, és kiderül erről a nőről, a bemondanőről, vagy egy nagy szíve van. Szóval, mi az, ami ezt irányítja na, benne? De őt is úgy kaptam. Hát Szimbuskáról beszélsz, Pampiról, a Pest megyei kutatómentő szolgálat vezetőjének, Balázs Lászlónak a kutyusáról, 13 és fél éves Mari, belga juhász. Őket úgy kaptam, tehát hogy 4 évvel ezelőtt, decemberben volt egy olyan ügy, hogy Albert Irsán egy férfi már 8 hónapja kerestette az élettársát. Hát csak azt elfelejtette mondani a rendőröknek, hogy ő egyébként megölte és elásta. Úgyhogy volt egy ilyen sztori, hogy 8 hónapig nem találtak valakit, és utána gyanús lett ember, hogy hát azért, hogy sok ellentmondásba keveredett saját magával. És akkor ilyenkor jönnek Laciék, mert valahogy rájöttek, hogy valószínűleg közel lesz a holttest, valószínűleg elásta, hát és színba megtalálta 3 perc alatt. Tehát nem a saját kertjében? Nem, hanem a szemben lévő épülőháznak a pincéje alá. Aztán. És nem 10 centire volt betéve a földbe, hanem le volt ásva. Csak ezek a mentőkutyák, akiket évekig, 3-4-5 évig képeznek, ők hihetetlen orral rendelkeznek, az összes kutya hihetetlen orral rendelkezik, de ők tudják is használni azt a... Meg valamit éreznek tudást. Is, ugye valószínűleg? Azon kívül, hogy a szag... Igen, és ő megmutatta, és megoldódott, és hát erről beszámolt a lényeg, és az anyag egyik fele arról szólt, hogy micsoda fantasztikus a Szimba, és a másik fele meg, hogy ők egyébként várnak segítséget, mert hogy alapítvány, és nem kapnak semmilyen támogatást, ahogy egyébként az összes országban így működik, hogy ezek a kutatómentők, ezek mindig egy önkéntes szerveződés. Kicsit most, hogy gyerekekként néz rá. Igen, csak ott azokban az országokban, ahol például a földrengés van, ott presztízs támogatni egy ilyen szervezetet. Mert hogy tudják, hogy milyen jelentősége van. És, sőt, presztízs elmenni nagyon gazdagon, amikor már nem kell a pénz, de nem tudsz magaddal mit kezdeni, akkor kitanulod, veszel egy kutyát, és kitanulod a kutyáddal ezt a... Mert ez egy tanul... Tehát meg tudja tanulni az ember, hogy hogyan hozok le egy... Persze kell egy alapképesség, meg kell erre affinitás, hogy például hogy hozol le a hegyről egy eltévedt, eltört lábú turistát, aki nem tud önerőből lejönni, és nem tudja lehozni a rendőrség sem, mert nem tudnak fölmenni, mert nincsen olyan szerkezetük, amivel föl tudnának menni. És én így megbűvölve néztem este ezt a Szimbát, akinek olyan gyönyörű szeme van, és olyan gyönyörű kutya, és mi van, hogy mit nem kapnak, vagy mi? És így, amikor ott megszólít valami, és az egész híradóból ez így kiemelkedett. És én mondtam az esti szerkesztőnek, hogy hú, ez engem érdekelne, és olyan, úristen. Reggel megint dolgoztam, és az akkori szerkesztő, a Adél barátnő hallgatta egy órán keresztül, hogy de figyelj már, hogy szerinted, hogyha hívom, vagy izé, vagy... És akkor mondta, hogy figyelj, csörög, beszélj vele, jó? Mert nem bírom hallgatni. És akkor mondta, mit mondjak neki? Nem tudom, de dősd el gyorsan. És akkor így, halló, szia, figyelj, én Szentpéteri Eszter vagyok, mondom, a TV2 Tények című műsorának a műsorvezetője, és hogy tudok nektek segíteni? Szegény Laci mondta, hogy hát, szia, miben? És akkor így mondom, nem tudom. Igazából nem tudom, de mondom, valamiben én azt érzem, hogy szeretnék segíteni, hogy nem ülünk rá beszélgetni. És mondta, hogy tök aranyos volt, hogy ők, hogy persze egy ilyen jó szolgálati nagykövet, de hogy ők nem tudnak ezért fizetni. Mondom,
Mondom, nem azért hívlak, hogy még én terhet rakják rá, én akarok segíteni. Csak hát, hogy ez úgy olyan furán hangzik ebbe a világba. De hogy nekem tényleg szívből jött, és két nap múlva bejöttek, és hát tudod, jött színba, akit addig csak a képernyőn láttam, és hát nem így ijedős ez a Mari, egy jó nagy kutyus, és ez a szimbós, így bemenekült a gazdi a lába mögé, hogy most ez ki, ezt nem tudom ki, de fogd le, ments meg. És így tényleg ilyen gyanakodva nézett rám, de Laci is, és akkor én leültem, és mondtam, hogy figyelj, én nem tudom, hogy hogy, de mondom, én szeretném megteremteni azt, hogy nektek minden gondotok elmúljon, és minden anyagi lehetőségetek meglegyen, és akkor csak a mentésre kell figyelni. Én mondta, hogy jó, hát volt már egy pár ember, aki ezt gondolta, de mondtam, hogy figyelj, de én meg is fogom csinálni. És fél óráig beszélgettünk, és akkor úgy Laci úgy kezdett már mosolyogni, nem túl gyakran mosolyog, tűzoltó, vízimentő, búvár. Tehát ő úgy az érzelmeket úgy nem biztos, hogy ki látod az arcán. Se a jót, se a kevésbé jót. És akkor így a végén már így, hát most erre mit tudsz? Teljes elmebeteg a nő. Ilyen, hogy ő már mindent és csinálja. De tudod, én már megszoktam azt, hogy néznek rám, és teljes hülyének néznek. Én az elején leblokkoltam, de rájöttem, hogy ilyenkor nem kell vele foglalkozni, hogy ő mit gondol, hanem azt, hogy én mit gondolok, és azt mondom, és mondom, és mondom, és akkor hát vagy azt mondja, hogy jó, köszi, aranyos vagy, majd jelentkezem, soha többet elérhetetlenné válik, vagy egy picit úgy azt mondja, hogy hát, annyira lelkes, nézzük már meg, hogy és nekem az volt a nagy utólag, hogy így összeraktam, hogy Lacit meggyőztem, hogy Szimba az asztal alatt átjött, és betette a fejét az ölembe. Tehát, hogy ők annyira összhangban vannak, hogy ő érezte azt a Lacin, hogy most már nem kell izgulni, mert nem teljesen bolond a nő. Na és akkor elindult egy, hát és iszonyatos meló. Tehát, hogy tényleg az. Mert ugye mi rögtön kimentünk, rögtön minden decemberben kint vagyunk az arénába, és ott van egy ilyen adománygyűjtés, az áruház az plüssöket biztosít Laciék számára, nem kell érte fizetni, viszont a teljes bevétel a Pest megyei kutatómentőszolgálaté. És karácsony előtt egy csomó ember van vele úgy, hogy plüsst vásárolna, de ott oda tud jönni, meg tudja simogatni a mentőkutyákat, tehát van, amelyik gyereket ott hagyják a szülők, mert nem akar menni tovább a gyerek a plázában, hanem ráállunk a mentőkutyára, vagy oda fekszik mellé. Goldi, Labrador, a Tigike, akkor Auszi, ausztrál juhász, a Fügi, akik leginkább alkalmasak. Mert például Szimbus, ő már nem jól viselné, hogy nyúzzák. Tehát most gondolj, de... öreg kutya. Hát azért öreg kutya, de én így belegondoltam, hogy egy mentőkutya mit él meg. Szíjj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 j
És ezek érted így lelkesednek, aranyosak, tűrik, jutalomfalat ér bármire képes, megfordul, leül, nem tudom, van a Fügi? Nem, a Bri talán, aki hogyha így, mintha lelőnéd, akkor ő így el. Tehát, hogy imádom őket. És akkor ötöm részt vettem ebbe az adománygyűjtésbe. Azért nem egyszerű, amikor karácsony előtt a hétvégédet úgy töltött, hogy reggel 8-10-re odamész, vagy 9-10-re, és este 8-ig ott vagy. És akkor úgy elfáradsz az emberektől. Akkor utána jött a Covid, akkor mazgva csinálod ezt végig. Na mindegy, de az biztos, hogy most az elmúlt 4 évben volt egy nagy projekt, amit sikerült megvalósítani. Fölhívott egyszer Laci, hogy na, jó szolgálti nagykövet, akkor most a segítségedet kérném tényleg. Mert addig én így mondtam, hogy ezt csináljuk, azt csináljuk, meg ebbe próbálok segíteni, meg abba. Nem mondta, hogy a két villogós egyik mentő autójuk az kész, nem tudják már vizsgáztatni, mert hogy nem fogja vizsgázni, mert annyira idős, tehát ott megvan, hogy hány éves lehet az a kocsi, és hát abból kéne egy új 50 millió az ára. És a fele hiányzik. És megszereztem. Az igen. És nagyon hálás vagyok annak az embernek, akitől megszereztem, akit nagyon sokan nem szeretnek, és én azt vallom, hogy lehet őt nem szeretni, csak nagyon kevés olyan ember van, aki olyan anyagi pozícióban van, és támogat,
ilyen mértékben gyerekeket, oktatást, Mészáros Lőrincre van szó. Ott voltam az átadón, a kocsi átadón, hihetetlen volt, ahogy a Vida Józseffel együtt megtalálták azt, hogy milyen, hogy kiket támogatnak ők. Olyan szinten értették meg, hogy úgy kellett szólni, hogy Mészáros úr, menni kéne a következő eseményre. Nem akartak elmenni. Tehát, hogy ő velünk van, és nagyon, nagyon hálás vagyok, hogy most is hozzá tudtunk fordulni, most egy másik projekt kapcsán is tárgyaltam vele, az majd tavasszal ki fog derülni, hogy mi, arról még nem szeretnék beszélni, de egy nagyon fontos dolog. És hát közben, amikor történt ez a tárgyalás, akkor mesélte Laci, hogy baj van Szimbával. Ugye hát egy 13,5 éves kutyussal már különböző bajok vannak, de neki egy urológiai problémája van, amit állatorvos nem vállal. Őt 8 hetes korától ismeri a Harsányi Zsuzsa állatorvos, és tényleg azt mondta, hogy urológiai segítség kéne. Egy urológus orvos. Egy ember urológus. Hát és van sok jó urológus, de én majd... Nem mindenki műt kutyát. Én a legjobbat ismerem, de tényleg az ország első urológusa, a Tenke professzor úr. És hát hála jó Istennek, tényleg olyan barátunk, hogy azt hiszem, hogy miattam, azt hiszem, hogy a Csaba miatt, de december 27-én reggel 7 órakor változott, megütött a szimbust. És rendbe jött? Rendbe jött szimba, igen. Voltak nehéz napjai a műtét után, de rendbe jött. És igazából azt láttam a Péteren, aki hihetetlen, ő robotsebész, robottal műt. Magyarországon az első ember, aki oktatja is a Da Vinci robot. Igen, láttam erről riportot, nagyon klassz dolog. Nagyon, nagyon, meg egy nagyon hihetetlen, tehát egy olyan urológust képzelj el, akihez nehéz elmenni, még magárendelésbe is, emberként. Nehéz elmenni. Gondolom, mindenkit őt akarja. Mindenki. Igen. Tehát jónak elmegy gyorsan a híres, mint a rossznak is. És nekem azért megható, hogy ő ezt bevállalta, mert amikor először mondtam neki, akkor furán nézett rám, és látta rajtam, hogy mondtam neki, hogy Peti, tudom, hogy ez most neked, de mondom, hidd már el, hogy én neked ez nagyon fontos lenne. Mert tudom, hogy Lacinak mit jelent, a Gazdinak mit és jelent. És ez mennyi embert mentett meg tanácsolat. Nagyon sokat, igen. Igen, és annyira érdekes, mert Szimbuskával találkoztam utána, ugye meglátogattam a műtét után, és figyelj, tudja. Jött oda, és így hajtotta a fejétbe, úgy, és puszilgatott, és nem tudom, tehát, hogy annyi, az a kutya az érti, hogy... Ahogy ki szeretem, hogy kitett érte jót, és amikor neki elakadt a vizelete, pangott, besen nagyon bodása volt, ilyenkor ugye egyrészt a méreganyagokban maradnak a szervezetben, amik... Milyen rosszul lehetett az a kutya? Na, hát majdnem meghalt. És közben meg egy olyan fizikai elváltozást is látsz. És látod, hogy kínlódik, és nem tud pisilni, és most a legnagyobb boldogság, hogy látod, Laci pisilni a kutyát. Tehát, hogy hülyén hangzik, de most ez a legnagyobb boldogság. És persze pár éve van még Szimbának, mert na. Tehát, hogy de megérdemlő, ne dobják ki, mint a kukába az emberek. Ugye, itt a Pest mindegyik kutató mentőszolgálatnál úgy vannak a kutyusok, hogy mindenki gazdánál van. Tehát én azt hittem, hogy kérdeztem Lacit, hogy és a kenelben jó helyen vannak, és nézem fel, hogy milyen kenelben. És mindenkinek a saját kutyája az, akivel dolgoznak. Egy héten egyszer van egy nagy edzés, és minden sétánál edzik a kutyát. A tréningbe tartják. És a Szimba, mivel hiányzik neki, hogy ő már dolgozhat, és nem nagyon érti, hogy néha miért nem tud fölállni, miért kell őt cipelni, miért kell neki segíteni fölállni, ezért ő még 10 percet a könnyített terepen mindig dolgozik, minden gyakorlatban. De ez szép, de... Annyira szép. Általában az ilyen típusú kutyusokat egyébként terápiás kutyának szokták, de hát nem mindenki alkalmas. Tehát, hogy nem,
nem biztos, hogy jól viselni azt, hogy meg nekik más, tehát Laci a mai napig nagyon sok riasztása megy, edzenie kell, ő ebbe tudja még így betenni, de hogy annyira figyelnek rá, és annyira, tudod, ebbe a világba, hogy őket én megtaláltam, ez nekem egy kihívás. Elnézem. Legyen ez a zárszónk. Egyébként meg kell mondjam önöknek, kedves nézőink, hogy nagyon jó érzés egy olyan emberrel együtt lenni, akár egy énekórán, ahol azért mi beszélgetünk is dolgokról, és hogy látszik, hogy szép lelke van. És hogy nem csak magáért él, hanem másokért is. Én azt gondolom, legyen ez egyfajta példa mindannyiunk számára, hogyha lehetőségünk van, akkor inkább segítsük embertársainkat, az állatokat, szeressük egy kicsit egymást jobban, és meg kell mondjam, hogy ma, mint háziasszony is remekeltél, nagyon finom ebédre várt itt minket, Rál is Gergő tanítványommal, aki itten segítkezik ennek a kis filmnek az elkészítésében, és köszönöm neked is, Gergő, hogy eljöttél. És én szívből kívánom önöknek, amikor meglátják Szentpéteri Esztert a tényekben, akkor gondoljanak rá úgy is, hogy nem csak egy bemondónő, hanem egy olyan ember, aki igen, méltó a csodálatunkra és a szeretetünkre. Mert szerintem ez a legfontosabb az embernek, hogy szerethessen és szeretve legyen, és megbecsülve, ez a egyik legfontosabb. Mert mondhatjuk azt, hogy szeretünk valakit, de nem becsüljük meg, akkor ezt nem fogja elhinni. Hát nagyon köszönöm, hogy itt lehettünk Eszter nálad, itt tündér vagy, és önöknek pedig remélem adtunk egy kis útravalót ebben a riportban, vagyis ön, hogy is mondani, egy szép riportfilmmel, egy olyan emberről, aki talán mindannyiunk számára egy valamilyen fajta szép példával jár elő. Köszönöm, hogy velünk voltak, hogy minket néztek, vigyázzanak magukra, minden jót kívánok önöknek. Viszontlátásra!